Jó estét kívánok mindenkinek! Sziasztok, 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 sziasztok! Itt is vagyunk az RP streamben. Hello, hello, hello! Sziasztok, sziasztok, sziasztok! Jó estét, jó estét! Sziasztok, sziasztok, sziasztok! Volt értesítés? Hello! Reméljük van értesítés. Hello, 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 hello. Sziasztok, sziasztok. Sziasztok, sziasztok. Üdv újra. Csá, 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 csá. Cső, cső, cső. De kukorica, cső. De beleesett ő a fazékba. Hello, hello. Sziasztok, 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 sziasztok. Cső, újra. Tessék? Az hittem nekem szólnak itt az a... Ja, te vagy az Ákos. Jó. Cső. Cső, 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 megint. Hello, hello, hello. Ákos, ezt bekébe az ablakon, azt hiszem, neki köszöntem. Dehogy neki köszöntem. Dandi, de most nagyon... Ja! Igen, vetér őrnagy lettem chat, így OC megegyezés alapján. Meglátjuk, hogy mit tudunk tenni a frakció érdekében. Kicsit össze kéne szedni a frakciót. Nem tudom, hogy ez hogy fog sikerülni. Hello, hello, kijött az új Tutti Juice Zero. Köszi, Jimmy! Ez durva, mehet Ovi-ba a tagságom. Három éves, mehet, három éves, Jimmy, köszi. Az új tuti valami elképesztően finom. Most jött ki, Zero, aki Zero cuccokat iszik. Ú, nagyon finom. Cső, bátor, sziasztok. Hello, hello. Mindjárt kezdünk, csak várunk egy kicsit, hogy megérkezzenek a jó népek. Ja. Mi lesz ma? Ja, hát a pénzt azt kiásták, de már visszatették, csak valaki streamből kiemgészte. Úgyhogy... Ja. Meglátjuk, meglátjuk, hogy hogy fog ez alakulni, jó? Sziasztok! Mikor kezdünk? Mindjárt kezdünk, jó? Pár perc. Szlovákiába tuti juice? Ezt a weboldalon tudod megnézni. Ez nem koffeines, nem. Tuti juice ez nem. Gyerekek is ihatják. Én nagy gyerek vagyok, ezért nekem is jó. Ez most jött ki, de olyan íze van, mondtam a Gergőnek, hogy a négy közül ez a legjobb. Hello, 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 hello. Sziasztok, mindjárt kezdünk, jó? Papával nem tudom, Patrik, mikor lesz. Holnap ballagás van. Most a héten már nem vagyok streambe, mert holnaptól már ballagás van, chat. Meg hétvége, meg mama szülinapja, meg... Minden van most a hétvégén, aztán nem vagyok, majd hétfőn leszek Amerikán. Hello, hello, lehet Szlovákiában is. Hello, 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 hello. Sziasztok. Szabos, én rád gondoltam, hogy te voltál az. Na, chat, két perc, várunk két percet, és akkor megyünk, jó? Nem én ballagok, öcsém. 8. osztályból. Még, ja, Ferenc megnézte, mi? Igen, bocsánat, bocsánat. Megkóstoltam itt Nicky Muffinját az 5 perc szünetben amúgy. Nem szabadott volna. Hello, hello, hello. Jól van a papa, köszi, motorozgat, el van az öreg. Hello, hello, sziasztok. Cső, 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 cső. Nem tudom, hogy ki kérdez, hogy ki, én ballagok-e, de ja, durva. Hogy ballagnék már én? Máv, ez durva volt. Jó, jó volt a játék. Ha letöltitek az előző live-ba a játékot, akkor tudtok engem támogatni. Köszönöm. Az is elérhető. Tegnapi stream is elérhető. Még nem láttam, Jocó. Két perc séta innen a suli, úgyhogy nem autóval megyek. Majd ki tudja. Hello, ballagok az Audi-val. Na, mehetünk fel a szerverre, jó? Most már vagyunk itt 500-al, megyünk fel a szerverre. Jó. Nász Dávid ballag. Nász Dávid, Vertex az előző live-ban is subgiftelt, köszönjük szépen neki. Hihetetlen subgiftelők vannak mostanában. Hello, hello, hello. Hogy ennyi a különbség életkor? Hát én nem tervezett gyerek út, amit becsúsztam még, amikor 20 évesek voltak a szüleim. De aztán látod, ez lett. Ez lett belőle. Ez lett belőle. Hello, hello, hello. Szedd alá! Lehet, hogy nincs is fönt rendőr amúgy. Hello, hello! Szedd alá! Jól vagyok, köszönöm. My hands stable, I feel able to turn the
Ez jó. Megérkeztünk. Ja, itt volt a nagy balhé. Na, szóval a pénz sorsát még meg kell majd beszél... Az ott ki? Az ott... Ki beszélget ott? Ez nem tetszik nekem már korán reggel. Mit keresnek ezek itt? Azok valami illegálisok. Oh, ott a vezérőr nagy chat! Az ORFK-nak van 205... Jó, a fizetés remélem nem én osztom, mert akkor baj lesz belőle. Akkor abból baj lesz, chat. Baj lesz. Na nézzük az SMS-eket. Azta! Ezzel kezdünk mindig, tudjátok. Mama. Még nem. Hello, hello! Nem megyek oda, hát azok engem kinyírnak. Ki ez? Ja, öcsém. Ja. Most nagyon le ki akar nyírni. Te ne aggatja, ha mi sikjek. Utku itt utána mondta, azzal piszkáltam, hogy nem tud lőni meg minden. És akkor most nagyon erőködni akar, hogy lelőjön. Biztos? Biztos. Jó. Hello, hello, sziasztok. Csá, csá, csá. Ez meg kicsoda? Mi? Ki ez? Ja, ez a kém! Jó esélyt, nem tudtam lenni a várba tegnap, de viszont holnap sem, mert szülnapom van, de esetleg hétfő jól megállnak. Jó, akkor körülbelül vezetem a templomban. Ha is töltesse sokáig az informátorunkat. Ez itt a saját fraki garázsuk. Egyik autórendszáma. Az egyedi autó A7-2016. Az nem tudom milyen autó, de Jézushoz illik. Itt van ennek is a rendszáma. Ez egy Rolls Royce. Ennek is itt a rendszáma. Tehát beírt mindent. Ez egy terepjáró. És a könyvespolc volt itt a kincs. Hoppá! Szóval nekem mindez van hozzáférésem, vagyis nyitásokhoz. Ha vagy hétfő vagy kell, akkor beviszlek a kincshez, akkor a tudsz egy pár szóval a főnökség, akkor szívesen szolgálnám a hazánkat. Jó éjt, Timer. Hát én vagyok a főnök már! De jó. Egyik emberem fel fog keresni. Nagy infókat ad. Na, chat, mennyi rendőr van fönt? 3 darab. Timár Mihály, Emma Szabados és Kovács István. Hát chat, hát így oké, hogy mi főnökök vagyunk, de hát ha nincs rendőr, akkor mit csináljunk? Vegyünk fő... Hát nem tudom. IC vegyünk fő embereket? Nem tudom. Nem tudom, chat. Kijött az új Tutti Juice. Menjünk Szoliba? Van folyamatosan felvétel, lehet lapokat írni. Jó napot! Jó napot! Maga mit keres itt? Ez a terület kétszer... De 250 méteres közvetlenül le van zárva a terület, úgyhogy gyorsan menjen innen, mert itt lövöldözés lesz. Lövöldözés? Igen, le van zárva a terület. Rendben. Úgyhogy vigyázzon magára, pár perc múlva itt vannak a bérgyilkosok és el fognak intézni mindenkit. Én is le kell, hogy lépjek. Hát az egy másik eset, igen, a maga a bérgyilkos az probléma. Na mentem is. Na csinált, akkor beálljunk Szoliba. Magának jobb van, hát mit izél? Ingyen átveszem. Nem eladó, nem eladó, ne haragudjon. Ingyen se? Ingyen se. Szóval maga bérgyilkos, uram? Igen. Maga bérgyilkos? És ezt alá tudja támasztani? Mert én szeretem a bérgyilkosokat. Lenne is egy melóm, ha maga bérgyilkos. Hát milyen meló? Vannak emberei.
Hát nem tudom. Én szeretném, hogyha megölne egy illetőt. Ő arrébb tud nőni, de akkor jár fiához. Tudja, hogyha megölöm magát, fel tudjam rakni gyorsan a tatóra. Hát ez nagyon megnyugtató, hát ne öljön már meg! Nem, tudna közelebb jönni, mert nem hallom. Itt vagyok. Na igen, mondja, hogy mibe kéne segíteni. Na hát mennyibe kerül egy bérgyilkosság? Attól függ, hogy itt kell kinyírni? Na értem, értem. És milyen eszközei vannak? Fegyver, vagy kés, vagy mivel csinálja ezeket? Emberekkel. Ja, hogy elintézteti, értem. Értem, hogy nem ön keze tapad be vérbe, hanem... Rendben, rendben. Ja, suttogok, az a baj. Rendben van. Ismeri Jézust? Sajnos nagyon sok problémát okozott már nekem az életemben. Nem tudom, hogy ő jóba van-e vele, de busás jutalmat fizetnék érte 100 millió forintot, hogyha kinyírja. 100 millió? 100 millió. Ja, chat. Bocsát, hát az játék miatt. Bocsi. Nem a srác halk, én csesztem el. Na mit gondol? De úgy, hogy örökre. Nem úgy, hogy csak érti, megsebesíti, hanem örökre. És ha maga elé vinném. Ó, az még jobb! Az még jobb! De hogyha... Jó, az csak 50 milla. 50 milla. 50? Igen. Ha elém hozod, akkor 50 milla. Hát az egyszerű munka lenne. Jó, rendben van. Megállapodtunk. Most érti bizniszre, elcsoljuk egy helyre, vagy valami. Ja. Majd valami szemet szúrt nekem. Igen. Ez a rendszám, ez... Ja, hát ez ja, a fater pénzzel aztán. Direkt? Hát persze, van egy apám, azt tőle kaptam. Tudja, apa pénzével flexelek. Aha. Ja, nincs nekem saját pénzem. Csóró vagyok. Úgyhogy ő is fog kölcsön adni a bérgyilkos kifizetésre. Értem. És mit tett az élő? Ki kéne nyílni? Nagyon sok problémát okozott nekem. Állandóan ki akart nyiratni, embereket uszított rám, megvezetett, hazudott, átkozódott. Nagyon, nagyon nem bízom benne, és megvezeti a barátaimat, szeretteimet is. Értem. Hát, én igazából a kinyírásában nem tudok úgy segíteni, tehát nem ismerem eléggé ezt az embert. De viszont ön elé tudom vinni. Jó, az jó lenne. Jó, akkor megadom a számot, és ha megvan, akkor esetleg csörögjön, vagy írjon egy SMS-t. Úgyhogy nincsen nálam telefon, mert... Ugye történt ilyen isteni ügy. Hát akkor írja fel egy papírra. Isteni ügy történt, aztán... De fel tudja írni egy papírra? Persze. Jó. Megmondom őszintén, eléggé kicsesztek felünk. Tényleg? Persze, azért volt isteni ügy. Értem, az nem jó. Mondja, hallgatom. 027 kötőjel 804 kötőjel 91. Megyek PD-re, megyünk Szoliba. 200 milliót elástam, de valaki kiásta amúgy, de adtak neki büntetést, hát csak MGB-ből ásadtak ki. Majd megcsörgetem. Rendben, akkor minden jót kívánok. Nem vigyázzuk magára. Olyan néven fog megismerni, hogy Guardian. Jó, rendben van. Az autó Guardian, én vagyok Guardian. Guardian, jó, rendben van. Majd beszélünk. Jó, majd írok egy ilyen SMS. Jó, köszönöm szépen. Hello, hello. Mai napon kéne még? Tessék? Mai napon kéne még? Hát, ahogy tudod intézni. Minél előbb, annál jobb. Jó, rendben. Hú, majd írok, tisztelt. Rendben, hello. Furcsa emberek. Na, menjünk dolgozni, chat. Négy rendőr van. Hát akkor osszom ki, ismerkedjek meg a rendőrökkel, az embereimmel, nem? Ez kéne az elején, meg fő kéne venni embereket lehet, nem? Most nem tudom mihez kezdjek. Hát úgy kell építeni az egész rendőrséget. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből. Ja igen! Néha tegezem néha magázom, de hát a való életben is így van. Még nem akarok tiszteletlen lenni. Zero tuti juice, igen, ez az új tuti juice, nagyon finom. Mondtam Gergőnek, ezt találták ki a legjobban. Elindult a riasztó bolt! Hetes bolt, de jó ég, hát már se tudom! Visszamegyünk a tiszteletem, kollégák!
Erőt, egészséget. Team RBI vezérőr nagy itt van. Menjetek ki a hetes bolthoz, átöltözök és megyek én is. Nem kellene, hogy kilőtték a kerekünket. Hát javítsák meg az autót és igyekezzenek, nem rabolhatják ki a boltunkat. De mivel javítsuk, mert nincsen szerelőadag sem. És merre vannak? Itt nem messze az őstől. Hát akkor ja. Vegyenek ki egy autót az őstől. Még egy autó. Nem most futunk vissza. Jó, rendben, igyekezzenek, biztosítsák a helyszínt és érkezem én is. Menten, uram. Csett, hát már belelendültünk. Belelendültünk rögtön. Hetes bolt. Rögtön belelendültünk, Csett. De most nincs itt a nagyfőnök, addig én irányítom. De kíváncsi leszek erre, már rögtön boltrablással kezdjük. Kezdjük. Én akcióparancsnok leszek, nem túlsztárgyalok. Na, de remélem, hogy ez az RP is tetszeni fog nektek. Csináljuk majd a külön szálakat, de most be kell segítenem. Be kell segítenem a rendvédelemnek. Remélem, hogy ezt is élvezni fogjátok. Fő kell vennem a ruhát. De a faternak már elmondtam, hogy rendőr vagyok. Bakker, de jó, hogy itt vagyok a város mások felén. Csak ki bírja ezt, nem tudom, hogy lassan. Hányan vagyunk szolgálatban, srácok? Jó, emlékszem, akkor 4-en. Jó, rendben van. Megcsináljuk. Golyóálló mellé, legyen nálatok lőszer is elég minden. Jó, nem kell gyűlés semmihez. Én magam úr vagyok. Az bevetésük össze a fő, nem? Köszi Zoli, ezt ma kaptuk ezt a ragot. Be kell segítenem a rendvédelemnek, mert megnyengült így, hogy Walterik elmentek. És a líder azt mondta, hogy számít rám. 200 milliót elástuk. Úgyhogy megyünk rögtön boltrablásra itt a stream elején. Heavy van, golyónk van. Minden van, golyóálló kell, meg ruha. Fő kell vennünk. Szóval nem tudom. Kollégát nem tudok kiszállni az autó. Kicsit olyan az övét esetleg úgy. Nem itt van? Nem tudom. Maga szerint, na most csinál. De van itt egy hölgy. Hát még gondolom, hát akkor nem tudom. Jó, nem itt van a ruha. Hello, 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 jó estét mindenkinek. Nem civillel megyek, dehogy is nem. De bakker, hogy azt se tudom, hogy hol vagyok már. Most már talán megjegyzem amúgy. Mester Réter indul a rablás helyszínére. A műveleti alosztály főnöke. Mi kell nekünk? Kell lőszer? Viszek lőszert. Ja, golyóálló mellé nem vettem fel. Menő, Cset, menő. Golyóálló. Igen, köszönöm a lídernek a bizalmat. Nagy király, hogy bízik bennem. Mondom, azért vezetni, meg azért oké, most 4-5-en vagyunk, de egy 20 embert vezetni. Én szerintem Mester 13 vagyok, ugyanúgy. Jó, megyünk. Giz, van kajánk, piánk? Van. Nem ez kell, de én vagyok a vezető. Most. Harmadikra eltaláltam a golyóálló, tényleg. Ne ezt.
Hát de ezt, ha miért ezt, ha ne idegesítsél már! Hát dehogy nem ezt! Na mit vegyünk? Hát chat, itt most mindent lehet, melyiket vegyük? Melyiket chat? Gyorsan mondjátok, melyiket? Walter sebbe ment. De az Walter, nem én! M5. Jó. Most a 13 is elindul. 7-es bolt, kollégák! Igen, igen. Tankolni kell. Nyomozó se vagyok, most nem vagyok semmi alasztály, ezt most el kell felejteni, chat. Most főnök vagyok. Főnök vagyok már. Felejtsük el, ami eddig volt a rendőrségen. Teljesen új főnökség van. Tankolunk egyet. Nem Árpád 651, mert az a legnagyobb főnök, nem? Vagy ilyenkor Árpád 651 vagyok? Értitek? Kiabálok. Bocsi. Művelet is vagyok. Ezt most csak én mondtam, nem vagyok semmi még. Főnök vagyok, ennyi. Tankoljunk. Hello Valti, sziasztok. 7-es boltra megyünk ki, biztosítsuk a környéket. Suttogok, tudom, mert mindig megnézem, hogyan vagyunk. Nagyon jó. A felhívást, aki kiírta. Kiírta ki a felhívást? Én. Szeretném megdicsérni, szép munka. Nagyon jó. Megérkezett egyszerre 3 darab terepjáró motor tartozik. Most indulok a benzinkúttól, kollégák, ez a Szendi reptér fele van, ugye? Szeged, jó, köszönöm. Na jó ez az autó, chat. Szép estét, sziasztok. Na az első! Megérkeznek a helyszínre, akkor a területet itt zárják le, köszönöm. És mehet a felhívás is. Nem kell szülni a napja. Elég sajátos módon fogom ezt csinálni, chat. De lehet, hogy ez a terepjáró kellett volna. Nem tudtuk, hogy a Szentibe van. Most keszek vissza minden, de higgyetek bennem, chat. Higgyetek bennem. Tiszteltem, kollégák. Ketten érkeztek? Tiszteltem. Igen, mivel ez egyik hölgy, az hölgy negyedik, az hölgy, ugye az belegadt az autóba. Jó, rendben van, akkor reméljük megoldja. Köszönöm szépen, látom, ki ment a felhívás. Szeretném kérdezni, kollégák, hogy ki vállalja a túsztárgyalást. Köszi, Dév. Kadét úr. Rendben, Kadét úr, hogy hívják Kadét? Nagy Kevin. Nagy Kevin, rendben, önt hogy hívják? Kovács István. István, rendben, én Tímár Mihály vagyok, az új vezérőr, de majd utána megbeszéljük a részleteket. Figyeljenek, kollégák, látom, önök se terepjáróval jöttek, én se, úgyhogy ez nehéz művelet lesz. Valószínűleg a hegyen fognak elmenekülni, úgyhogy a túsztárgyalón fog múlni minden, hogy valahogy megszorongassuk őket, mert akkor a hegyen el fognak tűnni ezek az emberek. Jó? Akkor kérdezze meg, hogy... Le is pakolok. Jó, pakoljon le, kérdezze meg, hogy van-e túsz, és akkor nekiláthat a művelethez. Nem így van rajtam.
te is főd. Nagyon jó. Chat, az a baj, hogy el fognak itt menekülni. Valami, a túsztárgyaló most nagyon okosnak kell lenni. Túsztárgyalónak. Most csak 32-en vagyunk fönt a Szerón. Utána több feladatuk is lesz, kollégák, majd. Jó, rendben. Rendben. Hoppá, kérdőjel az ember. Nem baj, így is érteni fogják. Jó, mehet, jó, akkor felhelyek ezekkel. Mindent lepakoltál? Lepakolt mindent, lepakolt, igen. Mind. Nem tudom, Kevin nyerti tagságot. Hát erre kíváncsi leszek, chat. Most nagyon... És hogy van, uram? Az a szép napom. Jól vagyok, figyelj, nem tudsz visszamenni egy terepjáróért? Hát van, csak nincs feltűnünk gólba. Úgyhogy úgy jó. Jó lesz úgy is, muszáj valakinek követni őket. Rendben. Jó, akkor menj vissza egy terepjáróért. Csak az a baj, ebben van a cuccai a... Nem baj, addig úgyis bent lesz, mire visszaérsz. Jó van. Szép estét, ez jó ötlet volt, Bálint. Kijött egy túsz. Sziasztok! Szóbelisztetni, hát a leader ezt nem beszéltük meg, hogy én szóbelisztethetek-e, úgyhogy jelenleg nem Levi. Újra kell az egész rendőrséget építeni. Nézzétek meg, most is hárman vagyunk. Hárman vagyunk csak. Nagyon jó, Krisztina, jöjjenek rendőrnek, mert kell az erősítés. Lehet jönni rendőrnek, van lap, lehet jelentkezni. Az akcióparancsnokat túsztárgyalnak, minden rendben, kollega? Igen, minden rendben. Rendben. Túsztárgyal az akcióparancsoknak. Itt az akcióparancsnok, igen. A boltban 3 darab agyatlan, egészséges túsz található, ugyanis egy túsz kiputott előbb a boltból. Rendben, az elkövetők vessenek magukra, vigyázniuk kellett volna a túszra. Akkor 2 túsz marad? Így van, 2 túszuk van bent. Értettem. Most én szihatom az illegát, de lehet, hogy nem alkusznak, lelövik a túsz, az nem lenne jó. Elkezdek számolni, kollega, és akkor majd rádiózza be, hogy hány elkövető van. Azt kell majd felelnie, hogy igen, vannak bent túszok. 1, 2, 3, 4... Pozitív. Jó. 3. Jó, nem azt felel. Itt az akcióparancsoknak. Itt az akcióparancsnok, igen. Az elkövetők egy túszért azt szeretnék kérni, hogy a rendőrkocsi jöjjön elő a... bolt elé, és mind a két kocsi a hegyek felé álljon orral. Ezt egy túszért. Jó, ez szembe? A bolttal szembe lévő hegyekre értik az elkövetők? Igen. Rendben van. Nem sokára visszaérkezik az autó, én addig megcsinálom ezt a követelést. Ez baj, túlságosan nagy előnyük van. Az elkövetők most javítottak, hogy rendesen az út menjen le. Ja, szemben végig? Úgy menjen föl, igen. Nincs szöges, de le van téve, 10 parancs van. Köszi. Le van zárva, úgyis. Most fog érkezni a kollega, és be fog állni ő is ide mellém. Köszönjük az akcióparancsoknak. Igen. Azt kérdezik az elkövetők, hogy miért van maga fekete ruhában, miért különzködik.
szeretem a divatot követni. És nem szeretem, ha meglátnak a sötétbe. Kollega, álljon mellém, jó? De itt is jó, itt is jó, itt is jó. Szép munka, köszönöm szépen. Cuccait átpakolta ebbe? Hú, baszki, azt elismerettem. Na mindegy, ha átadom, akkor én neki, hogy én új is vezetős. Rendben, látom, ki jött az egyik túsz. Mit kérnek a másik túszért? Vagy is esélyünk sincs. Túsz terül az akcióparázsaknak? Igen. Azt kérik az elkövetők, hogy a terepjáró az menjen az a parkolóba és a legmesszebbi pontjába álljon be. Még egy kocsit cseréltünk. Igen, az elkövetőknek legyen szíves, hogy tájékoztatni, hogy így is fölénybe vannak, mivel a bömössel nem tudunk utánuk menni. Legalább ennyi üldözést biztosítsanak nekünk, mert a terepjáróval tudunk csak utánuk menni. Úgyhogy ez nem teljesíthető. Jaj, de nem korrekt. Persze, meg el ne engedjük őket. Ha ja. Ha bélsz, hogy menje publikba, persze. Ez... Ez a cilvánzsaknak? Igen. Azt kérik az elkövetők, hogy lőjük ki az egyik kerekét a terepjárónak. Ó, persze! A terepjáróhoz semmiféleképpen követelés nem tudunk elfogadni, mert ez az egyetlen esélyünk van, hogy utánuk tudjuk menni. Mit kérdezzetek ezek magukra, már elnézést? Hát tényleg, valami olyat kérjenek, így is biztos, hogy elviszik a pénzt. De nem tudom, merre mennek már, itt a motorra bármerre mennek. Az akcióparancsoknak. Igen. Hogy azt kérik az elkövetők, hogy a terepjára az pontosan álljon oda mellé a BMW-hez. Úgyhogy hozzá jeljen. Rendben van, ez megoldható. Ez. Kert egy túszer. És akkor nincs is több túszuk, igaz? Azt kérik, hogy jobb oldalra álljon a terepjáró. Rendben. Teljesen hozzáérjem. Na persze, még mit nem? Hát nem tudunk beszállni, teljesen ellehetetlenítenek minket az üldözésben. Ne szórakozzanak már, mondja meg nekik. Mert ez most már tényleg nem fair. Fair. Hát teljesen ellehetetlenítenek minket az üldözésbe. Hát nem tud beszállni. Kollega, beszállni. Akkor maradjon beszállva. Jó, a vezetőülésen. Oké, oké. Mondja meg nekik, hogy teljesíthető, hozzá fog érni. Érjen hozzá. Ja, maradjon az autóban. Már mennek is? Nem értem, random kifutottak. Teljesen ellehetetlenítenek minket a küldözéstől. Hát, ja. Próbáltam itt korrekt lenni megint, de ez nem működik. Ez egyáltalán nem működik. Olyan lehetetlen kéréseket kértek meg, én legalább tiszteletbe tartották, hogy meg kirohannak csak úgy. Ne, ez nem tudom mi volt, hogy csak úgy kirohantak. Hogy merre tartanak kollégák? Tudják üldözni őket? Valamennyire igen, csak nagyon gyorsan megy a crossmotor. Óvatosan megyünk. Kontaktot kiborultok. Elém ugrott. Szerint elveszette a kontaktot. Jöjjenek a 30-32-re, egy elkövetőt elkaptam. Nézd, most szerint elindult. Hát nehogy már fel kell, azt elmegy. Ártalmatlanítottam. 30-31. Hát ez kemény. Azt hittem, ott fekszik. Itt vagyok maguk mellett, most mentek el mellettem.
nem kell adni, hogy kilőttem. Hívjanak egy mentőt. Zárják le a területet, hívjanak egy mentőt, és akkor bevisszük. Rendben. Addig, akinél van fegyver, ő biztos itt segítsen, mert megjelenhetnek itt. Rendben. Ja, mentőt, illetve nézze is át a ruházatát. Na, de amúgy ez egy a ezerhez, hogy pont ott találkoztunk az út közepén, nem? Nem kell adni, hogy elkaptunk egyet. Vagy megfogja a kollega és bevisszük a mentőkhöz. Nincs mentős. Nincs mentős, ez a baj, nem tudom, hogy itt lehet csinálni. Ja, bevisszük akkor. De láttátok mekkora... Mire gondolja a kollega? Tessék? Mire gondolja, hogy felemeljem? Nem hallom. Mire gondolja, hogy felemeljem? A perciperre gondoljon. A mentőkhöz. Ja, bevisszük a mentőkhöz, így van. Hogy elütöttem? Menjen oda, közel hozzá, vagy fővette? Nem vette fel. Itt vagyok. De nem vette fel, vette. Na, Radi, itt van, ott van. Itt van, mellettünk. Állunk itt, csak az. Próbálj meg kollega felvenni, majd vezető akkor. De azt hittem, ott fekszik az oszlop mögött. Hát kimegy az autó elé! Nem tudok fővenni. Nem tudod fővenni? Nem. Én sem tudom. Can you please move so I can go? Tiszteltem, mentős urak, itt vannak? Nem tudom, én sem tudom sajnos. Nincsen mentős? Nincs, nem válaszolnak. Sajnos én sem tudom felvenni. Jó, rendben van, lekérdezem a motornak a tulajdonosát, rendszámát. Addig álljanak le az útról, jó? Nehogy elüssék önöket. Kolléga? Igen? Azt mondták bent a boltban, hogy leszedték a rendszámot. Jó, rendben, megnézem azért. Sajta rendszám. Jó, oké, rendben van. Megyünk a 10-12-es parcella számra. Hagyják kollégák, 10-12, motorszerelőt rendben. Kérnek oda, menjünk. Valószínűleg ott vannak az elkövetők. This scene is out of hand. A sima Twittert láthatom, nem? 10-12. Mester héten indult. Valószínűleg ott vannak, mert oda kértek szerelőt. Sziréna nélkül, kollégák, sziréna nélkül. Köszi, hadar. Úgy, hát ez nehezebb, mint gondolnám. Nagyon inkorrektek voltak itt a srácok, de egyet sikerült akkor ártalmatlanítani. Hello, hello, Gergely Fábián, látod, meg is volt az első boltrablás, de egyet sikerült lelőni. Elmenek itt, főborult nagyon motorra, azt hittem ott, akkor tudjátok, be tudjuk vinni a rendőrségre. Kihallgatni, meg minden. Ja, még meg kell tanulnom ezeket a szavakat, meg azt sem tudom, hogy kell börtönbe rakni az embert, meg ilyenek volt, hogy amit lehet, hogy majd itt a kollégát segítenek. Nem jutottam át, nem, mert most megyünk az élő elkövetőkért. De remélem ez is tetszik nektek, csak még nagyon szokatlan, meg furcsa. Meg látjátok, olyan lehetetleneket kértek. Meg csak úgy kijött. Meg csak úgy kijöttek a boltból. Na mindegy,
De ennek mennyi volt az eső, hogy pont ott találkozott a motorossal? Tényleg kis esélye volt. Tehát nála volt a közle. Akkor elveszik. Minden rendben? Igen. Vezetési tréninget kell majd tartani. Az biztos. Nem csak erre az utóra. Az autóval. Ismeri a motorost? Elkövető volt, vagy nem? Szerintem nem. Nem volt, mert pultok terülába vagyunk. Rendben, akkor mehetünk vissza a kapitányságra. Áj, de kár, pedig ez jó lett volna. A szerelő, ha jön, akkor várják meg. De jó. Rendben. De ha nem jön, akkor vissza tudnak gurulni még az őrsre, vagy nem? Talán. Jó, akkor óvatosan jöjjenek vissza. Nem. Nem, nem, lehet átöltözött, de hát így ezt így nem tudjuk, hogy motorral, értitek? Ezt most nem tudjuk, lehet, hogy ő volt az amúgy, de így nem vagyok biztos benne. Hát ha hallottál a pénz, nem baj, hát a rendőrség amúgy se kezd bele semmit. Értitek, most akkor max elveszik. Persze a videó közelében, sajnos nem tudom. A bérgyilkos is írt SMS-t. Cső. Fizetés nem én adom, hogy azt a fődéder adja ki. Viszont a látokat. Tudnak feladni, kollégák? Igen. Rendben. Jó, de minden esetre ez jó volt. Egynek. Szigorú főnök? Hát nem tudom, először újjá kell építeni. Hát jó, azt hittem ott fekszik a motoros az oszlop felett. Megbilincseljük, bevisszük, kihallgatjuk, kiszabjuk az enyhe büntetést, értitek? Nem számítottam arra, hogy csak így fel kell, azt lett le, azért lőttem le. Másképp nem lőttem volna le. Tudja. Jó, most megismerkedünk a kollégákkal, és akkor utána, nem tudom, járőrözni kell. Köszönöm szépen, Bálint, köszönöm. Nagyon ők voltak tényleg túlerővel. Olyan, az volt a bajom, azért voltam mérges, hogy korrekt, mert láttátok ti is, hogy csak egy terepjáróval vagyunk, ők hárman motorra, és egyszerűen esélyt se adtak, hogy üldözhessük őket. Esélyt se adtak. Megint elfúltam. Ez a frakciópénz, a 254 millió. Mehetünk odán, de nincs szerelő. 35-en vagyunk fent a szerveren. Ákos ballak holnap, igen. Mészor gáztáborba helyes, jó szórakozás. Kultúrban már megint. Nem tudom főtuningolni, ha nincs szerelő cset. Régen az volt a baj, hogy sokan vagyunk. Ja. Hát most meggyengültünk így, majd meglátjuk, hogy majd tudunk így újjáalakulni.
biztonságra. Várom önöket majd az irodába fent. Az nem az én 200, az frakció pénz, chat, frakció pénz. Ja, át kell öltöznöm. Milyen ruhába öltözzek át? Egy is felesebb van. Jó, de ez egynek jó volt. Ez az? Hát ezt mondja, az adminok eldöntik, hogy mit lehet, mit nem. Ezek már női ruhák itt. Nincs másik cset. Nincs másik. Ennyi van. Jaj, mindenki más mond. De ne. Férfi hat. Szerintem is amúgy. Ez lesz. Ha, még jó seggünk van. Még jó seggünk van, chat. Én már úr. Igen? Melyik irodánál? Mert itt vagyunk az irodánál. Melyik irodánál vannak? Akkor oda megyek, mert most öltöztem át. Az ablakos irodánál, tudja, itt a másik emeleten. Rendben, megyek. Tiszteletem, kolléganő. Tiszteletem, elnézést tudom. Semmi baj, jöjjön az irodába, hölgyem. Oda. A boss tároló. Köszönöm szépen. Tiszteltem. Szeretném megdicsérni önöket. Nagyon jól teljesítettek. Ez volt az én első boltrablásom is, úgyhogy vezető vagyok. Szeretném megköszönni a munkájukat. Szeretném egy kicsit jobban megismerkednénk, bemutatkoznának és egy kicsit mesélnének magukról, mivel a főnök mellett én is fogom irányítani a rendőrséget, és szeretném, hogyha bíznának bennem. Kezdje is akkor a hölgyem, és akkor utána. Szabadosan, mert őrmester vagyok. Emma, üdvözlöm. Mióta van az állományban? Hát, körülbelül 3 hete. 3 hete, rendben van. Köszönöm, Emma. Akkor számítunk önre. Hallottam, most volt egy kis probléma, hogy beszorult az autóba. Igen, igen, igen. De ez igen. Akkor hála Istennek megoldódott. Köszi, Ákos. Igen, fejbe tudja. Jó, rendben. Örülök, Emma. Igen, uram? Tiszteltem, uram. Kovács István vagyok, örmester. Már egy lassan 2 hete vagyok itt a rendőrségen. Hát, ennyi. Rendben, rendben. Kadét? Szép napot, uram. Nagy Kevin vagyok. Kadét. Én is ilyen 2-3 hete vagyok az állományban. Rendben van. A kollégákkal megismerkedtek már, vagy amúgy elenyésző számba szoktak lenni? Vagy ennyien szoktak fent lenni? Hát, attól függ, uram, ugyanis én ma délután 2-6-ig voltam fönt. Igen. És egyedül én képviseltem a rendőrséget. Aha, aha. Hát nagyon meg vagyunk fogyatkozva, itt az új vezetővel én tárgyaltam e-mailbe. Megpróbálunk egy újabb nagy rendőrséget létrehozni. Sajnos most egy kicsit gyenge a rendvédelem, de ez ne szegje a kedvüket. Szerintem egy nagyon jó csapatot tudunk összetenni, és nagyon jól össze fogunk tudni dolgozni, hogy az illegális tevékenységet végző embereket eltávolítsuk a városból, és Rács megé juttassuk őket.
Úgyhogy én Tímár Mihály vagyok, eddig a nyomozati alosztály vezettem, most az alosztályok egy kicsit háttérbe szorulnak, meg majd ha többen leszünk, akkor kinyitjuk az alosztályok jelentkezését, de a fizetést, a rangigénylést, ilyeneket azt mind a másik főnök fogja önöknek adni. Én ha itt vagyok a városban, akkor tudom önöket irányítani. Pont ezt akartam megkérdezni, hogy a fizetést kitől lehet fölvenni, ugyanis már 2 hete várok rá. 2 hete vár rá. Ha tudja, hogy mennyi elmaradása van, akkor én ezt most rögtön odaadom önnek. Mennyi a heti... tudja, hogy mennyi fizetés jár? Nem a... Órán 270 000. Vagy volt rá. A másik főnöknél van a jelenléti, mert aha. Ugyanis nekem ez a... robotzsarus, akármi nálam nem működ, valami oknál fogva. De akkor hozzávetőleg se tudja, hogy mennyi pénzzel tartozik önnek a rendvédelem. Nem, majd azt mondta legalábbis itt az előbb nekem fejben. Köszi kacsa maffia, köszi gyöbbé. Meg kell valamikor odaadja. Rendben, nem tudom, hogy ő mikor türelmes leszek. Érkezik a városba, de ha szüksége van pénzre, akkor rögtön jöjjön. Most van megtakarított pénze, vagy egyáltalán nincsen ma? Há, mínusz 710 Mínusz 710, rendben, akkor én most adok önnek egy kis pénzt, jó? Nem tudom, hogy mennyivel tart, most adok magának valamennyit, és akkor ezt majd a főnök levonja a fizetéséből, jó? Jó, rendben. Menjünk akkor, jöjjenek át, mert a szép, ha jól látom, a másik irodában van. Úgyse, ez azért nehéz. Azért Walternak nem volt könnyű dolga. Itt van. Bonyolult lesz. Hát Milán, ezt azért nem mondom el, de pész, kaptam azért. Vagyis még nem. Ez tényleg nem olyan egyszerű, fiúk, lányok. Hát nem. Halljátok. Már hozzászoktam. Mennyit adjunk Emmának? Hát ez így nem jó, nincs bent pénz. Hát a szívben nincs pénz. Úgyhogy megnézem, hogy... Aha, itt van. Jó. Emma, mennyi az óra bére jelenleg? Azt se tudom, uram. 70 000 forint az 70 000 forint. Azt mondta 2-től 6-ig itt volt, ugye? Hát igen, de előtte voltam... Köszi, Bali. Ennek 3 nappal ezelőtt is voltam fönn, és még azt se kaptam. Értem. Figyeljen, akkor én a mai napot én ezt odaadom önnek, jó, amivel el vagyunk maradva, és akkor a többit majd akkor a... másik főnök tudja levonni. Rendben. Hossza 6x7, akkor 420 000 forintot fogok önnek adni. Rendben. Fiúk, ti hogy álltok? Én jól. Mosottam az autómat, úgyhogy jól. Tényleg kaptam fizetőt. Remélem ez is érdekes lesz nektek, chat, amúgy. Köszönöm, hogy ennyien itt vagytok. Szépen. Tessék parancsolni. Jó, oké. Akkor ahogy látják, ezeket a motoros figurákat, ezeket majd üldözni kell. Sajnos az történt, hogy összeütköztem vele az úton, a üldözés közben. Elütöttem, és rögtön felpattant a motorra, és továbbhajtott, ezért kellett ártalmatlanítanom. Jó. Illetve jelentést szeretnék tenni. Rendben. Mivel a Emma kollégába voltunk, megálltottunk egy embert. Igen. Lopott egy járművet, ott a Mirror Parki Bezdna. Igen. Hát, és hát hívta a barátjait, és sokan jöttek, tiszta fekete ruhába. Tiszta fekete ruhába. Igen, és igen. Tiszta fekete Nem hallom. Nem. Most igen. Na, akkor újra elkezdem. Igen. Emma a szabados hölgye, ugye elmentünk járőzni. Ott a Mirror Parki Bezzék útnál feljelentettük egy embert, mivel lopott egy járművet. Aztán hívta barátjait, be akartuk húzni ugye rendőrséget, de hát hívta barátjait, és lefegyvereztek minket. Tiszta fekete ruhába voltak, és tiszta fekete motorokkal. És az egyik az zöld moszkolt, tudom rajta. Igen. Jó, rendben van, akkor ezeket is rács mögé kell juttatni, sajnos ott fölényben vannak, nem tudunk mit tenni. Remélhetőleg, mondom, fel lesz véve több ember, és akkor újjá tudjuk építeni a rendőrséget. Viszont akkor ma nyomozati feladatokat fogok önöknek adni, segíteniük kell pár információt kideríteni. Addi fogok egy telefonszámot mindenkinek, fel kell venni velük a kapcsolatot, és az összes jelentést kell írni róla, jó? Hogy milyen információkat adnak át ezek az emberek. Igen, csak én mondom, nálam nem működik még mindig a robotcsaló. Mi nem működik? Hát az, amire kell írni.
Ja, nem baj, ez csak fejbe megjegyzi, azt leadja a jelentést. Ja, jó. Persze, persze, nem kell ezt túl bonyolítani. Jó, Emma, akkor adok egy telefonszámot önnek, legyen szíves, írja fel. Igen, írom. 992 kötőjel 037 kötőjel 23. Rendben. Információkat akar a rendőrség részére átadni, húzzom ki belőle mindent. Rendben. Kérjen ki egy autót, és akkor munkához is láthat, ha bajban van, akkor szóljon. De ő István, István maga menjen bele. Telefonszámot az úrnak el, kérhetem. Aha, persze, persze. Ő István, belemész Emmával? Persze, persze. Jó, rendben. Kadát, Kadét magát hogy hívják, bocsánat? Nagy Kevin. Kevin, Kevin maga meg velem jön. Indulhatunk is. Igen, csak megadom a hölgynek a számomat. Igen, hallgatom. 027 kötőjel 804 kötőjel 91. Na chat, jó lesz ez? Már most muszáj besegítenünk. Vélem megyünk inkább, vagy mehetünk ki rendőrruhába. Ő menjenek nyugodtan szolgálti járművel. De vigyázzanak rá. Jó, bármi van, rádión elérnek. Rendben, uram. Köszönöm. Akkor munkára. Kevin, én telefonálok egyet, és akkor utána mi is munkához látunk. Hívott a fatter. Na, hello! Halló! Na, mi újság, fatterusz? Á, autót vásároltam. Na, tényleg? Ilyen jó megy? Hát megy a szekér, megy a szekér. Mondjuk, mondjuk Lux nekem 200 millió van. Hát, ja, tudom, tudom, fater, de figyelj, a jó helyen van, jó helyen van. Aha. Jó lenne, hogyha a számlámon lenne már. Hát az a helyzet, nem tudom elutalni, mert nincs a száz számlámon se. Sajnos kiraboltak, képzeld be. Megfenyegettek, kivették a kocsiból. El akartam ásni a pénzt, azt útközben kiraboltak. Mhm. Ja, ja. Kikra voltak el? Valami motorosok, ilyen terepmintás motoros ruhások. Nem tudom, nem tudom, hogy kik lehetnek azok, de nagyon problémásak. Krosszok. És ez melyik nap is volt? Ez tegnap előtt volt. Aha, mert tegnap előtt azok a terepmintás motorosok velem voltak. Jó, hát nem mindent mondanak el neked ezek szerint. Mondtam, hogy ne bízzál mindenkibe. Hát, ezek szerint nem kéne. Hát, fater. Jó, azért mondom, hogy valamit csinálj velük, de képzeld, de itt vagyok az irodámba. Büszke vagy rám? Midbe? A főnöki irodámba vagyok éppen. Főnöki iroda? Hagyjad már! Én lettem az új főnök, fater. Most bemehetek simán akkor rendőrségbe, hát nem? Ne gyere be, mert akkor itt a kadét le fog csukni. Ja. Persze. Ó, és melyik a tiéd? Hát a legnagyobb főnöki iroda. Mert most a nagy melyik főnök oldalt vagy? Melyik oldalt vagyok? Hát a... Aha. A bal oldalon. Miért? A frászt az itt állok, itt állok mögötted a rendőrségi mellett. Nézd ki az ablakon, nézd milyen BMW-t vettem itt. Kicsit füstöl, de amúgy jó. Hol esküszöm. Van? Nem látom. Nem látsz? Akkor itt. Tudsz se lát. Mindjárt leteszem a telefont és megnézem. Rendben. Kiszállt a kvadit! Általában itt van valahol valami olyan autóval. Az baj. Na mindegy, hogy Istvánnak hívják? Kevin. 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 Jó, figyeljen Kevin. A kábítószer rossz, ne fogyassza a kábítószert, jó? Már az előbb láttam, hogy itt begyorsult egy kicsit. Á, én nem, én nem. Azt látta. Jó, rendben van. Kevin, akkor mi is munkához látunk. Magának is adok egy telefonszámot, fel kell vennie vele a kapcsolatot, rendben? Ne engem zaklassanak innentől kezdve. Rendben. Egyébként a faterja, ilyen rosszul vagy? Tessék? Az apukája. A faterja ilyen rosszul. Igen. Sajnos bármennyire szeretem édesapámat, ő egy maffia főnök, és nagyon rossz emberekkel van körülvéve. Úgyhogy ő segítségünkre lesz az illegális emberek lekapcsolásában, de a legvégén ő fog következni. Úgyhogy ez miatt ne aggódjon, Kevin. Na, adom a telefonszámot.
Random. Ez egy bérgyilkos telefonszáma, úgyhogy őt is le kell kapcsolnunk, mivel felbéreltem, hogy jöjjön meg valakit. Először meg kell bizonyosodnunk róla, hogy ő valójában egy bérgyilkos. Nulla... Mondhatom? Igen. 028 kötőjel 875 kötőjel 98. Újra tudom mondani? 028, nem tegeződünk, Kevin. 028 kötőjel 875 kötőjel 98. Na most már... Uram! Meg... Timár úr. Igen? De sopja keresi. Rendben van, mindjárt kimegyünk a rendőrség elé. Rendben. Na, mehetünk? Jöjjön. Igen. Készítsem a fegyvert, vagy? A fegyvert még ne készítse, csak ha bajban érzi magát, mindig önvédelemből lőhetünk le embereket. Rendben? Igen, rendben. Rendben. Nincs szerelő, azért nem tuningolok, chat meg itt főnök vagy, most nem tudunk így külön dolgokat se, irányítani kell a csapatot, erről beszéltem, hogy most megváltozik minden. Itt most nekem irányítani kell a csapatot, foglalkozni velük. Menjünk a bejárat elé, beszéljünk édesapámmal, mindig hazudik, nem szabad neki hinni, meg akar vezetni. Jó? Óvatosnak kell lenni. Timár úr. Igen? Viszont keresik itt ugyan egy ember, aki felvételizni. Rendben van, el... rendben van. Oké. Köszönöm. Szívesen uram. Elindult. Rendben, jó munkát kívánok. Köszönjük. Az a baj, hogy én nem vehetem fel. Melyik a lakkáj? Nem szállt ki az autóból. De vagány vagy, hello! Hello! Hello, Faterusz, mi újság? Már dolgozgatok. Dolgozgatsz? Jó, van, rendben. Mi is dolgozgatunk. Láttam, láttam. Persze, persze. Hát itt kiadtam az utasításokat, tudod, és akkor már nyomják is a melót a többiek. Rendben. Mester 18 szerint mindjárt szó. Na, én közben legyek, kisfiam. Aha. Nagyon magány, kicsit... nagyon magány. Nem tartóztam. Kicsit túltolták a tuningot, úgy értem benne, de... de működik. Rendben van, Fater, figyelj. Segítened kell. Igen. Van pár olyan ember, aki nem olyan jó barátod, ugye ebbe az alvilágba? Van. Kéne mutatni valami, felmutatni valami teljesítményt, érted? Egy-kettit adjál már oda nekünk. Kis halakat, tudod. Hát én előző nap mondtam egy helyet neked, amit szerintem nem néztél meg. Azt, ha megfigyelitek, az egy plusz pont. Tényleg a... Szerintem, de emlékszel rá, nem? Emlékszem. Arra kisi... Hát, kisi emlékszem a parcella számra, ahol lehet főzőst kérni, ugye? Így van. Jó, rendben, akkor Kadit el fogunk oda nézni. Köszi, Fater, ennyi elég is volt. Rendben, ha kell valami szóljál, ezt a tárnak nézik én is. Hello, hello. Én is. Jó. Nem sokára indulunk, addig hoz ki egy járőrkocsit, légy szíves. Ölkem nincsen. Ja, nincs. Jó, rendben, mondjam. Jó napot kívánok, uram. Jó napot, uram. Jöjjön, jöjjön, jöjjön ide, mert itt nehogy elüsség. Gyorsan felmegyek, feltenem. Rendben. Hogy hívják magát? 70-0. Gergő. Gergő, üdvözlöm. Gergő, miben segíthetek? Timár Mihály vezérőr nagy vagyok. Maga vezérőr. Így van. Így van, de nagyon halk, úgyhogy nyissa ki a száját. Szóval, most már jó. Most már jobb. Jelentkezni szeretnék a magyar rendőrséghez, up, és brother? Úgy gondoltam, hogy már egy ilyen hete várakozok egyébként erre, igen, az egész. Igen, igen, úgy döntöttem, hogy most, mikor végre van, úgy látszik, egy főnök a városban, megpróbálkozom. Értem, az űrlapot kitöltötte már? Még nem. Hát akkor az űrlappal kell kezdeni, utána tud ide jönni szóbelizni. Aha, értem. Szóval most leül, nézze, leül oda, gyere, jöjjön, bekísérem. Jöjjön.
Ne, ne, kihozom inkább a papírt, mert nehogy itt magára zárjuk, jó? Ide lecsücsül! Ide lecsücsül, jó? Üljön le. Igen. Üljön le. És a telefonon megmutatom, ott a telefonon ott az applikáció, és a rendvédelemnél a jelentkezési lapot töltse ki, jó? Nincs-e telefonom, akkor mi van? Hó, nehogy nincs telefonja! Ilyen üzletemberben, hogy ide azt nincs telefonja! Hát az úgy történt, hogy elestem és megbotlottam. Jó, rendben van, akkor adok egy tabletet és azon töltse ki, jó? Előveszek innen egy tabletet, mert magamlá hordok elég sűrűn. Rendben itt. Jó, tessék, fogja meg a tabletet. Fogja meg, és akkor töltse ki, jó? Jó, rendben, köszönöm. A jelentkezési fülnél talál egy űrlapot, és töltse ki. Addig nem ülhet fel, innen nem kell fel, amíg ki nem tölti. Nem én bírálom a lapokat. Na. Hát jó van. Akkor hajrá, Gergő, hajrá, ne csalódjak, jó? Szedd össze magad, és tölts ki a lapot. Jó napot, maga is jelentkezni szeretne? Jó nap. Aha, persze jelentkezni, hogy ne. Mit szeretném? Várom a barátomat. Milyen barátját várja? Hát, itt találkozok egy barátom. Rendben van, akkor jó találkozást. Bocsánat. Bejöhetek? Nem jöhet be, és tegye fel a kezét, mert meg akart ütni egy rendőrfőnököt. Tegye fel, véletlen volt. Jó, véletlen volt, akkor kinyitom, és akkor húzzon kifele. Ha még egyszer ilyen véletlen lesz, akkor bezárjuk. Dehogy volt véletlen. Dehogy volt véletlen. Nem tudom. De legszívesebben börtönbe zárnám. Tud megérdemelni. Na, jó. Menjünk. Jó, hallottam ordogát, hogy jó van, migráns. Ja. Tiszteletlen kis pilós gyerek. Ja, nonos, biztos. Igen, tessék. Jó napot, uram. Jó napot. Jó napot. Hogy tetszik maga lenni? Jó vagyok, köszönöm szépen. Az rendben akkor. Láttam itt a... volt ilyen kis potraplás. Azt megkérdeztetem, hogy sikerült. Hát elég rosszul sikerült. Az a helyzet, hogy az elkövetők nem hagytak esélyt se a rendvédelemnek, hogy tudjuk őket üldözni. De viszont az egyiket sikerült ártalmatlanítani, neki ütközött a rendőrautónak, főpattant a motorra minden nélkül. Sajnos ártalmatlanítani kellett, úgyhogy a háromból egyel esett. Ó, nem bennem. Akkor készüljenek fel szerintem, jó? Ezt vegyük fenyegetésnek, ön a motorosokhoz tartozik? De egyébként a válaszám az nem tartozom, és nem is fogom ott. Rendben van, mert az biztos, hogy rács mögé fogjuk önöket juttatni ezért a kis akciójukért, jó? Kössék fel a gatyájukat. Jó, majd megnézem akkor. Rendben van. De, mint mondtam, nem oda tartozom, és ezt tényleg őszintén mondom, nem miattam keverjenek, vagy ne engem állítkassanak, amikor majd elkapják az egész motoros bandát. Rendben van, viszont maga valamit tud, amit nem mond el nekünk, úgyhogy ezért önt is be fogjuk hozni, és sajnos el kell mondani, amit tudni. Jó, rendben, akkor annyit mondok, hogy sikert az elkapásomhoz, uram. Rendben van, köszönjük szépen. Puszilom a pocakját. Na, micsodi. Bonyolódik a helyzet, fiúk! Történt? Fölhívott egy ember, hogy hogy sikerült a boltrablás, valamit tud ez a sejtelmes csávó. Na, viszont... most te új vagy itt, előttem? Nem a Kevin, hanem a másik. Hogy hívnak? Én nem vagyok új. Hogy hívnak? Gróf Áron vagyok. Áron, na bocsánat, de most azóta nem találkoztunk Áron, amióta én vezérőrnagy lettem. Úgyhogy üdvözöllek, Tímár Mihály vagyok, nem tudom, hogy találkoztunk-e már. Már sokszor. Jó, rendben, figyelj Áron, akkor örülök, hogy te is szolgálatban vagy. Muszáj, hogy erősítsük a csapatot, mert nagyon le vagyunk gyengülve, ezért is segítek az irányításban. Úgyhogy neked is fogok adni egy telefonszámot, és munkához kell látnod, jó? Egy kis nyomozati meló. Ó, várj, csak kicsit nálatra. Jó, hozzá a telefon. Nincs a tárolóba. Fasza. Megyünk a parcella számra, igen. Hogy találtál? Mindig az apát háza. Jó, felveszi. Az a jó, hogy így le tudom passzolni a telefonszámokat, és ők meg tudják csinálni ezt a melót. Nem, nekem kell mindennel foglalkozni, nem? Nincs, csak rádió. Nekem ez így nem tetszik, jobb volt, amíg Walter itt volt. Hát Krisztián, sajnálom, ha nem tudok szórakoztatót csinálni így, de igyekszek nagyon.
Aha. Kajapia van benne? Újjá kell építeni a rendőrséget, mert nagyon nehéz. És én sem tudom irányítani, hát csak próbálkozok. Mennyire kevés van? Próbálunk így is jó RP. Telefonom az nincsen, mert nem is nincs itt. Ó, bakker. Útkét, oppa, ott van látok kettő ember. De szerelő. Aha, mit csinál az? Nem tudom, hogy mit csinál, de azt elő kell állítani. Ha itt szórakozik sokkolóval. Jó napot, szerelő uram! Tessék csak, szerelő uram! Szeretnék egy főnökkel beszélni. Rendben, jöjjön. Uram, maradjunk itt. Erre az úrra figyeljenek, jó? Bilincseljék meg, ha nem tud viselkedni, jó? Igen, hát ez az úr kalapálja az ablakot. Jó, akkor bilincseljék meg, és vigyék ki a szigetre, és hagyják ott, jó? Nekem már nincs türelmem ezekhez. Kicsit más módszereket fogok alkalmazni. Áron, mindjárt meghallgatom a szerelőt, és akkor utána megyünk járőrbe, jó? Addig hozzunk ki Áron egy autót. Lehet még tuningolcatnom, csak én nem most van. Igen. Jöhetnek tuningolni. Na, de most négy szemköz szeretnék a szerelővel beszélni, bocsánat. Jó, le szeretnék menni. Ennek... Jó, jó. Autózat. Hú, chat, ez nehezebb, mint gondoltam. Már meg tudod mondani, hogy a szerelőnek, hogy majd le tud-e jönni a garázsba, és akkor helyszínen tuningoltatni. Igen, igen. Helyszínen tud tuningoltatni, igen. Uram? Helyszínen csak szerántok mosni meg ilyen. Jó. Helyszínen csak szerelni tud meg mosni. Bejönnek a telepre, egyedül vagyok jelenleg, akkor... A telepre kell elvenni, így van. Vége. Timár úr. Igen? Ugye fő... Na, annyi szeretnék kérdezni. Az ilyen jelentés, bocsánat, mert most elfoglalt vagyok, az ilyen jelentést mindig majd az irodába adják le, személyesen, ne rádión. Köszönöm. Benerben. Na, mondja. Annyi szeretnék kérdezni az úrtól. Igen? Hogy lehet-e... Most fegyverengedélyt igényelni. Fegyverengedélyt jelenleg most nem tudok adni, mert a másik főnökkel ezzel kapcsolatban még nem egyeztettem, úgyhogy fegyverengedélyt én sajnos nem tudok kiállítani. Veszélyben érzi magát a szerelőtelepen? Volt már rá példa. Fegyveresek jelentek meg a szerelőtelepen? Maszkosok inkább, ilyen flagmák. Flagmák. Jó, rendben van, akkor ezt valahogy tudnád dokumentálni, ha ismét megjelennek? Személyleírás tudna róluk adni? Jó, köszönöm szépen. Jó, most jelenleg fegyverengedélyt nem tudok kiadni, de ha ezeket dokumentálná, akkor az nagyon szuper lenne. És akkor utána jelentést tud letenni. A dokumentáláshoz esetleg elkértem az úrnak a számát. Jó, így van. Hú, csak ez nehezebb, mint gondoltam volna. Hallgatom. 027, kötőjel 804, kötőjel 91. Annyi fele kell figyelni, hogy hihetetlen. 027, kötője 804, kötője 91. Így van. Most már jönnek fel, van mentős és szerelő is. Rendben uram, köszönöm. Jó, rendben van. Illetve akkor... még... Igen? Bocsánat, illetve még azt szeretném volna kérdezni, hogy ugyanúgy az a ingyenes szerelés, illetve ingyenes mosás megvan magukkal kötve, ugye? Nem kell újra? Igen. Szerintem ez változatlan, akkor köszönjük szépen. Rendben, én köszönöm. Jó, akkor bennek a kollégák is, akkor legyen szíves, csinálja meg az autókat nekik. Rendben. Köszönöm. Én is köszönöm. A kollégák, a szerelő elindul a telepre. Ja, köszönöm. Hamarosan érkezünk magáért, csak gyorsan turingoltatunk, nem most. Rendben, akkor itt megvárom önöket a kapitányságon, és utána munkához látunk. Addig szerintem figyelje azt az urat, aki kalapált az ajtó. Rendben, valamit kezdek vele. Túcset. Most hova jöttem? Beragadt. Jaj, ez a csávó. Ki tud engedni? Persze. Köszönöm.
Ezt az urat meg vigyék be, mert kalapálja az ajtót. A villanyszerelő cégtől jött a villanyot. Jó napot kívánok. Igen? Látja ezt az úriembert? Melyiket? Aki... ott fekszik? Üti az ajtót, igen. Megölte az úr. Megölte? Rendben van, köszönöm szépen. Jó napot, uraim, meg tudnának szállni egy kis étellel. Jó napot. Jó napot. Nyugodtan is. Mindjárt ilyen van. Bocsánat. De gonosz szerintem. Tegye fel a kezét, álljon meg! Álljon meg! Álljon meg! Álljon meg, vagy lövök! Nem esik el. Nem lövöm le. Tegye fel a kezét és álljon meg! Mert miért nem áll meg, ha mondom, hogy álljon meg? Maguk menjenek innen, legyenek szívesek, majd én el. Maga meg normális, hogy ilyen autóba ide lejön? Hát hihetetlen. Hú, chat. Mindjárt szólok az adminoknak. Jöjjön, uram. Jöjjön, feltett kezekkel, fáradjon be. Nem, jövök, keci. A fáj nagyon. Hát elhiszem, hogy fáj. Mondtam, hogy álljon meg. De kiabáltam maga után, meg megöl egy embert, meg itt kopogtatja a rendvédelmi ajtaját, hát garázdálkodik itt a rendőrség előtt. Hát mit gondolt? Villanyszerelő vagyok, bocsánat. Villanyszerelő. És akkor villanyszerelő, akkor nem tud normálisan viselkedni? Jöttem megszerelni a PD-be a villanyt, bocsánat. Hát nagyon jó, és erről mi nem kaptunk semmilyen tájékoztatást? Akkor még a lapáccsol? Hát mert... Menjenek uraim, legyenek szívesek, köszönöm. Nem tudom megszánni. Hagyj pihenjek egy kicsit. Rendben, pihenjen meg, mert elhiszem, érzik a lába. Kösse be magát. Jó. Nem is tudom, mit lehet ilyenkor csinálni amúgy. Várjon egy picit. Két srác, nem tudom. Ja, sokkoló kellett volna, de... Mióta villanyszerelő maga? A nagyon régóta. Papír tud mutatni róla, hogy ide jött volna szerelni villanyt? Hát, mert nem ezzel kezdte. Főnökeim mondták, hogy jöjjek ide, azt... És az előbbi migránsozás az minek köszönhető? Előbbi az urak úgy szólt, hogy apám fejére rácsukja a kriptakaput, meg mondtam neki, takarodj innen, migráns. Értem, ezt nekem címezte, uram, tisztán hallottam. Nem magának címezte. Uram, rossz emberbe kötött bele. Én? Nem, tizeletem legyen. Ja, de vigyázzon magára, most őt be fogom vinni. Jöjjön, uram! Rendben. Rendben, jövök. Jöjjön, uram! Na jó. Elhiszem, hogy fáj, mindjárt pihenhet. Jöjjön utánam, legyen szíves. Rendben. Berakom a földszintre, rácsom és ott hagyom. Egy kicsit mások a módszereim. Majd átgondolja, behagyom egy óra hosszát, majd live végén kiengedem. Jöjjön. Utánam. Rendben. Ó, oh, de szar lépcsőzik. Hát elhiszem. Máskor majd megáll. És a rendőri intézkedés nem tagadja meg. Sajnos itt már fegyverrel kell, muszáj fellépni. Mert egyszerűen kegyetlen ez a város. Jöjjön. Fáradjon be, oda legyen szíves. Rendben. Mester 14 visszindul a kapitányságra. Fél óra múlva jövök, addig gondolját, hogy máskor normálisan fog viselkedni a rendőrség előtt. Nem van. Fél óra múlva kiengedem. Kollégák, ezt a kalapácsolós embert fél órára betettem rács mögé előzetesbe ide le. Jó? Fél óra múlva valaki engedje ki, ha én itt nem leszek. Hello.
Sziasztok, sziasztok, sziasztok! Aki nem tud viselkedni, ide fogom rakni előzetesbe. Nem volt fegyverát, lelőtt volna már. Imár úr. Igen? Azonnal. Igen? Pontos információ, nagyon nagy baj van. Mi a baj, mi a baj, mi a baj? Most itt az úr, akinek leírta a telefonszámát. Igen? Igen? Neveket, telefonszámot tud esetleg, megkérdeztem. Igen? Azt mondja, igen? Sajnos nem, de azért ezt a csekkolják le. És a maga telefonszámát elméletre megadta. 027 804 91. Igen, 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 igen. Neve Tényár Mihály, autó kék pontra. Így van, ez így vagyok. És a házát is lefényképezték. És azt írja, vád korrupció. Ezt írják. Pillanat. Most olvasom fő. Hozzá sok pénzt. Adod a Nikinek, köszi. Itt vagyok, igen. Na ugye leírtak a maga telefonszámot, és azt írtak oda, vád korrupció, neve TM, az a Tima Mia, ugye? Igen. Két igen. Tuntra. Igen. És utolsó igen. Info szerint a háza, és elfelképezték a házat, ilyen sárga ház. Igen, van egy ház, amit még édesapámtól kaptam. Tehát az igazság, hogy be akarnak mártani, mert hirtelen főnök lettem, és ezt szerintem sok mindenkit zavarni fog. Ez a bérgyilkos, akit én mondtam? Igen, igen, és amikor az apja házát is lefényképezte. Jó, hát az apám jó, az nem érdekel ilyen szempontból, apámnak is meg kell bűnhődnie. Viszont el kell mennünk egy helyre, ahol le tudunk kapcsolni pár ilyen gonosztevő embert. Rendben, átöltözök, aztán mehetünk is. Rendben. Ivár. Igen? Várjuk a mélygarázsba. Rendben van. Akkor a mélygarázsba az összes kollégával találkozunk, még elkészülnek a többiek is. Hú, csat. Szana szétáll a fejem. Szana szétáll, hát ennyi mindenre figyelni. Tudom én mit vállaltam. Nem tudom, hogy ez nézői szeme mennyire izgalmas. De nagyon igyekszek, most meg megfigyeljük a faternak a házát. Ez mi? Eszek. Ez is sokat kell, nem olyan egyszerű. Való életben is ilyen nagy főnöki pozíció? Ennyi mindenre kell figyelni? Hú, na most megyünk akkor arra a parcellaszámra lefülelni az embereket. Mindenkinél legyen szolgálati fegyver és golyó álló mellény is, köszönöm. Niki? Hadsz még egy tutit, létszi. Nincs rám történt, basi. Hát kell segíteni, lehet jönni, kell segítség, köszönöm. Vigyék arrébb a kocsimat, nem tudnak majd kiállni. Kijött az új zérós tuti. Nem ez a legjobb eddig. Ne törje össze. Nem törtem össze. Most van itt a szerelő, ne törje már össze. Meg kell néznem, hova megyünk. Mit mondott csak 70-03-tól 7-03 és 7-005 között? Ezt mondta? Az információkat, de inkább leírom. Megjöttem. Rendben van, de majd a jelentést le is adhatod majd. Ennyien vagyunk? Ja, ennyien vagyunk. Ja, jó, kollégák, figyeljetek, akkor megyünk, ezt az autót kövessétek, jó? Gyere Emmával, és akkor kövessetek minket. Rendben. Vezet. Olvasódunk. Látják a jelölést, kollégák? Igen, látjuk. Jó, igen. Rendben van, akkor menjünk az ajtóhoz, kint fogunk várni a többiekre. Szerintem kösse be magát, mert már előbb is a kollega kitúrgott az autóból, és nem volt kellemes nagyon. Kint megvárjuk önöket, kollégák. Annyit kell tudni arról a helyről, ahova megyünk, hogy itt kábítószert főznek az illegális emberek. Rendben, uram. Ezt a területet fogjuk megfigyelni. Szerintem a nélkül, gondolom. Persze, persze. Csak megfigyelés. Legjobb autó. Itt nyugodtan amúgy napközben is, amikor örök vannak, megfigyelhetik a területet, mert ez biztos információ. Igenis. Lehet, hogy vannak amúgy. Én átlegedem a kollégákat a pirosnámban. Nem kell azért olyan gyorsan, de nem érünk rá annyira.
Kezdjünk. Igen, fel kell venni rendőrt, ez a cél. Nem tudom, hogy most jó-e így az első alkalom chat, de nagyon igyekszek. Meg annyi mindenfele kell figyelni. Hát halljátok, ez a csávó nagyon földegesített, lent bezártam előzetesbe. Azt mondja, hogy érdemeltek. Cső Joker, majd ki kell engedni, nehogy ott maradjon. Ha. Ő nem maradhat is ott. Ez lenne igazi. Leütött az utcán egy embert is. Igen. Na, annak repülálok én. Lehet jelentkezni, van lap, azt kell kitölteni, csak kijönni akar. Rendőrség előtt leütni egy embert, az elég kemény. Hát igen, meg ott kalapácsolja, nem tud normálisan viselkedni, aztán utána meg azt mondta, hogy a villanyszerelő, hát persze. Jött villanyszerelni. Tiszta ideg vagyok. Első nap főnökként, de már tiszta ideg vagyok. Tényleg egyébként, az képest, hogy első nap vagy főnök egyébként nagyon jó irányítás adott. Köszönöm kollega. Nagyon sokat kell tanulnom. Hát persze. Az gyilkosság. Elég én hirtelen jött gondolom magának is. Hát ja, de meg kell erősödnünk. Kell venni fel sok rendőrt, megbízható embereket kell magunk köré gyűjteni. Most leszámolni az illegális emberekkel. Itt nem tudom, hogy lesz a lap nélküli. Adnak információkat az illegális embereknek. Van egy, a fater a cél érdekében segít nekünk. Segíteni fogja a munkákat. Mert most van valami, most nem játszanak magát. Lehet, hogy ez az épület az, nem tudom pontosan. Itt balra. Rendben, itt a környéket át fogjuk fésülni, kollégák. Bármi szakaszlat látnak, szóljanak. Itt lehet látni a kábítószert. Ezt mondta, ugye? Fater ezt mondta. De hogy hol? Ez már 7.09. Hogy arra főfele. Ezt mondta, 7.003-at mondott. És 7.005 között. Ezt nem nagyon vágom. Megképzem a fatert. Igazad van már megint. Cső Fater! Hallod Fater? Melyik parcella számon van? Nem találjuk. Melyik van? Mindjárt mondom azonnal. Épületbe nézel, barna, tiszta. 7005. 7005? Aha. Rendben, köszönöm. Nincs mit. Hello. 7005. Jobb oldalán is tiszta. 7005-ös parcella számon van. Ez az infóm van róla. De hogy hol? Jó, rendben van, mindenki abdul. Horváth Ernyi a törzsőrmester felvette a szolgálat. Nagyon örülünk, megyünk ki rablásra, jó? Ott várjuk. Jó, rendben. Várja az akcióparancsnok szerepet. Jaj, bre! Oh. Normális vagy! Hát úgy le, no. Mirror Park, az hol van? Igen? Vállalhatom meg, de túlsz, hogy lesz, vagy egyébként akarsz. Majd ott megbeszéljük a helyszínen, de induljunk ki a helyszínre. Na chat, még egy bolt! Kollégák, hol vannak? Jöjjenek az autóhoz. Jöttünk. Melyik az a Mirror Park, chat? Ez úgy tudtam olyat a lépja. Van olyan? Ez is. Hát ez is lehet. Dovas 7 kérkezett rablás helyszínére. Szálljon be kollega, Emma hol van? Most sem, most fut. Kollega, aki a Zörsről most indul, még nem indult el, ugye? De már elindultam, már kint vagyok. És terepjáróval ment, vagy mivel ment? Gyors kocsival mentem. Rendben, akkor maradjon, köszönöm. Mehetünk. Egy autó van, illetve 3 gyors motor és 1 terepmotor. Rendben, köszönöm. Hányas volt?
Mirror Park. Be van jelölve, nem látja? Mirror Parknak volt. Nem látom. Jaj, jól látom. Igen, Mirror Park kibolt és írom a felhívásokat. Nagyon jó. Na, de vannak itt jó olyan rendőrök, akik értik a dolgukat. Már tudod, hogy én megint Mirror Park kibolt. Ügyesek, ügyesek. Nem, de ezek gyors motorok, nem terepmotorosok. Nem, ha nem figyeltetek? Nem, ma nem maradtok? Nem szól semmi. Ti már mi álljössz? Nem a szabados. Hölgyem, hol van? Ott maradt? Igen, igen. Nem. Nem. Beültem egy Audiba. Nagyon jó. Rendben. Az egyik kolléga mellé. És teljesen tök nyolc, hogy milyen autóba ülnek, az a lényeg és a másik. Durva ez a napcset, erre nem voltunk lehetett felkészülve. Kovácsok most kirabolja a boltot megint. Szép a felhívás, köszönöm. Ez jobb, mint a nyomozás, örülök neki. Kicsit főtámadt a dolog. Nem látszott, fiam, ahol egy élőlény életem. Mi van? Hova mész? Tovább mentél, nem? Na, a Mirror Park. Ja, bocsánat, akkor mehetsz. Tovább van egy kicsit még az a bolt. Bocsánat, bocsánat. Én előbb értem ki, ha. Na. Vedd meg kollégák sisakot, nem hoztatok? Hogy? Én nem szoktam. Jó, a biztonság kedvé, ha van, akkor húzzátok fel, srácok, jó? Én már megint nem tudok kiszállni. Akkor istenséget hívjon Emma, jó? Nem, nem, nincs bekötve Emma. Nincs. Témán. Akkor nem tudjátok kiszedni? Timár úr. Igen. Azt írta a Csáko, hogy mindjárt mondom. Jó, de most nem írjunk rá, most a rablások, a rablások, a rablások, a rablások, a rácok, a rácok. Mondja a számát, Emma. 51. Ő tud kérni? Jó. Köszönöm. Ivar, jó, rendben, akcióparancsnok a szerepet rendben van. Jó, túlsztárgyalást ki szeretné vállalni? Vállalhatom meg, nem mit. Ha nincs más jelentkező, akkor természetesen vállalhatja Kadét. Rendben, akkor jó, pakolja le a cuccait, és akkor utána megkezdődik a túlsztárgyalást. Rendben, felhívás közben megvan, szép munka. Nagyon jók vagytok. Valószínűleg a terepmotort valószínűleg nem tudjuk követni, azt kellene valahogy ártalmazni itt a legelőször. Akcióparancsnok. Nem feltétlen a főnök az akcióparancsnok. Megnézzük, hogy tudják. Pontosodás, melyben? Kapta az ide. Ki vezeti azt a kocsit? Én. Kovácsisban. És akkor abba is üljél. Mi csüli ez az? Van bent úsz. Aki super. Vagy ki az akcióparancsnok? Az Áron. Vagy majd te is számolni fogsz, hogy hány elfelelti van, hogy megszólaljon? Megnézem. Ivar, tőlem megszólalhat. Tessék? Tőlem megszólalhat, be lesz válhat bármilyen szóval. Ja, ez a ti dolgotok, intézzétek most, intézzétek ja. Ezt. Rendben. Ez rátok van most bízva, teljesíteni kell, srácok. Jó, csak én már vagy 25-ször voltam a akcióparancsnok, és imád. Jó, mehet a túlsztárgyaló. Jó. Szuper. Rádőzöm mindenkire, mondom, ahogy csak akkor rádőzöm, meg kérem, hogyha veszélyben érzik az életüket. Kedves fiam, ahol egy élőlény élete megszűnik, ott találsz egy sárga építményt, az mellett két tartály, és ahol a hegy kerítésbe torkolódik, ott találsz egy ládát a földben. Ezt neked hagytam a végső dolgokra.
Sajnálom fiam, hogy becsaptál minket, sajnos sok minden meg fog változni. Új fegyverek és új drogok és gyógyszereket csinálunk, amik megvannak. Elárasztjuk vele a várost. Kezd beindulni a dolog. Cset, ez durva. De várjatok valamit, te... Elásott valamit. Amíg nem jön ide, teljesen a díj. Igen, Emma? Ott velünk szemben van egy autó, fehér. Gátna. Ott. Amíg nem jön ide, addig nem tudunk vele mutatni. De várjátok, hát ez benne van a 250 méteres közben, de ártalmatlan szerintem. Ha közelít, akkor 10 para csaptívban le. Hogyha a fegyvert nyugodtan vegyék a kezükbe, csak ne célozzanak a járókelőkre, mert megbolondulhatnak. Tívár, maga röpszer a kezük fölvérte? Az a helyzet, hogy úgy rohantam, hogy nincs rálam. Jaja. De az hol lehet, Chad? Biztos, hogy tenger. Nem lehet, hogy a magyar busz. Az az övé. Szfater? Mi a Mexikó... Találsz egy sárga építményt. Hol van ez a tartály, Chad? És a hegy a kerítésbe torkolódik. A boltban 5 darab egészséges túszt található, abból egy agyas és a többi agyatlan. Nagyon jó. Jó, akkor rablás után el tudunk menni oda. Hát ezt felcsítek már meg, csak ez hol lehet. Ki kell ásni? Elment onnan. Aha. Ki az a kerekes Ferenc? Most egy a doktorparancsoknak. Péter itt vagyok, hallgatom. A boltba kinéző a balra kérnek teljes szabadulást az urak. Dominik, akkor bannulnak. Lekötők. Tehát egy agyas túlsér és egy agyatlan túlsér. Ja, te mentő? Ja, vállalható, hamarosan teljesítjük. Előre küldik, vagy utána? Humán? Egy agyatlan elküldnek előre, a másikat utána. Elindult egy túl. Jó, követelés még rajtad. Házam az? Nem hiszem. Ahol egy élőlény élete megszűnik, az csak a temető lehet, nem? Az csak a temető lehet. A kocsi, annyit tudok a kocsiről, hogy nagyon lassú. Kerekes Ferenc. Az tudjuk őve. Látták a kiírást? Hagyja ezt még, kisgyerek. Fel akarnak menekülni. Az idegesítő ember szerintem, úgyhogy... Mere? A híd felé akar, a gát felé akarnak menekülni, meg az autópályán. Szívesen. Köszönjük, uram. Köszönjük. Ismétlés. Szép napot a hölgynek. Valakinek így két telefonja? Szép. Jó napot kívánok, szerelő vagyok. Jó napot. Most éppen rablás folyik, és nem mi hívtunk szerelőt. Csak nyugodtan. Ja, rendben, csak nagyon idegesítő, hogy kiírják azt, hogy PD-re is kéne szerelő, és rablásra is. Elhiszem. Jó, köszönöm, viszal. Bevallom, van nálam egy kis lóta. Lehet egy kicsit több, Vételét vagyok, hallgatom. Azt kérik az elkötők, hogy az egyik Audi forduljon meg 180 fokat. Hány darab túlszél szeretnék ezt a kérőt? Kiírtam, hogy nem látják, látták, hogy boltrablás van, mit várnak majd? Itt hagyjuk. Köszi, Levi juhász. Szerintetek ez jó? Ezt tudja. Én nem fogadnám. Én már itt van látja. Itt vagyok, itt vagyok. Ez nem átfogadható. Nem lehet átfogadható. Ne rádió, tessék. Kettő darab túlszért átfogadható. Nem lehet átfogadható a túlsz. Jó, mi van magánál? 90 lőszer, az egy kicsit több mint 50, bocsánat, kérek, nem vállaljuk, kettő darab túlszért. Jó, forint. És hon, miért van magánál lőszer? Van fegyverengedélye? Vadász vagyok. Vadász. Van vadászengedélye?
Az nincs, most akartam elmenni. Jó, rendben van, akkor a lőszert azt lefoglaljuk, és akkor mehet a dolgára. Köszönjük szépen. Na, várjon, azért aztán egy jó információt, ami sokat segített az ügyben. Rendben, akkor csak 40 lőszert kell odaadni, a többit megtarthatjuk. Akkor kérjön már. 50, mert 50 a limit. Jó. Úgyis annyit hallod be. Ez hát akkor igen, annyit van, 50-et hallottam be. Rendben, akkor 50 azt... 50 van nálam. Rendben. És 50 az engedélyezett. De most mondta az előbb, hogy 90 van magának. Biztos? Ezt mondtam? Igen. Ezt nem hallotta be a magának. Hárman nem hallottam, félre ugye az autó. Arra, tartson meg 50-et nyugodtan. Két információt is mondtam. A Mercedes forduljon meg 150 fokat. Ami sokat segít maguknak. Jó, mivel segített a rendőrség munkáját, ezért elengedjük. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, és még... Uram, meg egy jó ember. Nincs véletlen két telefonja. Nincs sajnos. Negatív, el se ó, nem tud bemenni a boltba. Persze, be fogok menni oda a boltba, az elkövetek. Mit gondolt? Hú, csak ez az idegrendszer. Kölcsönbe. Csak egy telefon. Nem, ne haragudjon. Kérem, kérjük, hagyja el a helyszínt. Hölgyem, köszönöm. Húcs, hát ez az idegrendszerbet össze fogja terni rendesen. Nem is tudom, Walter, hogy bírta. Kettő darab főszét meg fogsz volna. Annak mondjuk van két telefon. Ne adjál neki, nem kell neki. Ha nem ragaszkodnak, akkor ez van. Láttam, ott volt egy rendőr, ó. Nézzék, mi a jó? Ellopta? Mi a kap? Mi az a rendőr? Elloptak az egyik rendőr. De honnan vitték azt el? Nem tudom. Jó van. Hagyjátok figyelmen kívül, jó? Itt vagyok, hálva. Azt kérjük az elkövetők, hogy az Audi 180 fokot, a Mercedes 90 fokot, ez 220-ért. Forduljon meg. Negatív eset kérhető, 3 darab közé teljesítsék. Nem hiszem, hogy több ideje volt, dolgozott az erő is. Na, jó van. Cső, Laci? Jó van ez, ahogy csinál. 3 darab túszért megcsináljuk, ez kész. Legalább fogjon a túsz. Ja, jó csinál. Lehet, hogy a fater volt, ja. Szerezek cöpereségnek. Ott vagyok, hallgatom. Azt kérjük, az elkötték, hogy az Audi álljon a háttérbe. Azt adjuk a kocsi mellé. Ha nem adnak ért a túsz, akkor nem teljesítjük. Az egyik kollega valószínű. Ott a fater, az a fater autója. Az a BMW. Igen, de nem a szirénázott, hanem volt itt egy rendőrautó. Jó, egy Audi R8. Ki üt benne amúgy? Valószínűleg egyik kollega. Jó. Azt mondják az elkövetők, hogy itt ne futkároznak a rendőrök. Hogyha mégis futkároznak, akkor az én életembe kerülhet, hogy akár az őszökő. Mondja meg, hogy elnézést kérünk, de az egyik rendőrautót ellopták, ezért történt. Szerintem lőjenek rá, vagy valami ilyesmi, most nem tudom. De el lehet lopni amúgy? Még egyszer vissza, akkor lövök rá. Hát ki fogják tenni az ilyen embereket, akik szórakoznak most? Az a kerekes jó Józsus kicsetten az előbb, amit írt. Ezeket gyorsan kiszűrik. Tudod, minok. Jól látom egyébként, ott el van itt egy úriember. Tessék? Valaki el van itt. Jó, lehet. Skodás el. Az aktív parancsoknak. Péter is ők hallgatok. Azt kérik az elkövetők magas hangsúlya, hogy honnan van a negyedik járőr autó. A negyedik járőr autó az szerintem a kapitányság előtt volt, de parkolva. Nem tudjuk igazából, szóval mondja meg, hogy nem tudjuk. Ja, azt nem tudjuk, hogy mi az. Hogy került ide. Masztahá! Rájöttök el az útról. Az ládát? Egy fehér BMW vagy Mercedes. Az a fateré. Ja? Az biztos. Elértem, ugye? Ja, nem mindenki van egy agyi szinten. Jött egy fepiros is, de az már elmegy. Ó, most már lerül.
úton megy, ugye? Egyébként csak fenyegető ügyek tudnak azzal, hogy most előbb úgyse fogják megcsinálni. Kiírtam, hogy a rendőrség nem elérhető volt. Túlszerű az akcióparásoknak? Mit vagyok hallva? A maradék három túlszer szeretnének kérni 150 ezer forintot. 150 ezer forintot? 150 ezer forintot. 50 ezer vagy 150 ezer? 150 ezer. Három túlszer összesen. Van valakinél? Nálam 120 van. 120 van a bankkártya. Kadétúrnak van a... Most jelöljön van a száz nálam. Ti már neked van? Nálam 40 ezer van a bankba. Jön egy helikopter. Bakker. De visszamegyek az első alkalmazat. Figyelmeztet a lövésre, állok. Gondoltam lövök, de mindegy akkor. Jelenleg nincs nálunk annyi pénz, szerint el fog menni. Várjon csak! Egy pár percet kérünk. Pár percet kérünk, van itt a közelben egy helikopter. Nem magam modellnál valamennyi pénz. Fél, visszamegyünk Lep. Akkor a kapitányságra. Ha... Nálam van 100, nálam van 40, 10 vetünk. Jajajaj. Lőhetünk rájuk? Helikoptert igen, hogyha... Ha visszajön megint és meglátjátok, lőjétek rá. 140 ezer van jelenleg nálunk, azt elfogadja? 140 ezer. Oh, fuck! 140 ezer. Elkezdett. Helikopter, nem tudom mit keres itt. Kifutott egy túlsz. Egy kiszed. Jajj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 aj
Nekem is egy kártyámon van 40, nem itt KP-ba. Ó, az. De hát nem baj, elmegyünk egy ATM-hez, csak fogadják el. Jó, akkor inkább elmegyünk egy ATM-hez, valakit elküld. Teljesíthető a 150 ezer forint? 150 szerintem, szerintünk nem hiszem, csak 40, 140. 148 ezer. Most már két heli van itt. 148 ezer. Bakker! Bakker! 140 ezer az jó lesz. Jó, ez a vart, amit nekünk. Nem bírjuk ma távolzó. Kilövöl most a sofőrét. Felrobban az izé. Felrobban a helikopter, hogyha kilövöl most a sofőrét. Ezért nem merem. De ezek mit keresnek itt? Velük lehetnek? Nem hiszem. Bakker, Emma, normális! Az Emmát leütöttem. Bakker, Emmát lelőtt? Szerintem leütöttem. Leütöttem az Emmát, sem. Nem tudom, hogy a DC ügye vagy nem. Nem kaptatok eleget, rohadék. És már három helikopter van. Bakker, mi ez a sok helikopter? Lőjétek mindent. Fater. Az meg milyen helikopter? Szegényem. Hát ezt nem hiszem el. Timár úr, ezt nem lehet az ellenségei? De az a baj, hogy most nagyon bezavartak, úgyhogy... Nem tudom, hogy mit csináljunk. A helikopterek amíg nem lőnek ránk, addig hagyjuk őket figyelmen kívül és koncentráljunk a túszokra, jó? Menjen tovább a tárgyalás. Szerintem az elkövetők ne jöjjenek ki, mert lehet, hogy még a helikopterből lőnek. Bakker. Szegényem ma. Mentőt tudunk hívni? Lőnek ki belőle, lőnek ki belőle. Ezt
ezt nem hiszem el. Én már lőnek ki, véletlen leütöttem, akkor főszedem szerintem. Ja. Mentes urak, a rádión vannak? Véletlen leütöttem. Oh. Hey, ha. Lövés közben. Nem is láttam hátrafele. Fölünk jönnek, egyből lövünk rá, most nem kezdett, fiam. Nem tudom, de folytassuk szerintem a amíg nem lőnek ránk, szerintem folytassuk a tárgyalást. Az abban 25 összeembrat, úgyhogy. Elnézést kérünk az elkövetőktől, csak nem tudjuk, hogy mi történik, mert három helikopter van itt. Kercset. Nagy a nyomás. Jól van, Emma? Jól van? Hát már fejem fáj, akkor gyorsan menjél 148 ezeret szerintem. Jó, rendben, mindjárt jövök. 180 ezeret bírunk adni, mert nincs nálunk. 150 ezer, remélem elfogadják meg a 2000. 148. Szép napot! Esetre jöttem. Igen, a hölgyet vizsgálja meg, legyen szíves. Köszönjük! Jó. Tárgyaló itt, na. Ez nehezebb, mint gondoltam. Ez nagyon durva, nagyon sok rendőr kell. Felvegyük a harcot. Telekes Maxim, az őrösnek vesz a szolgált erőtegészség. Erőtegészséget jöjjön ki a Mirror Parki bolthoz minél előbb. Köszönöm. Köszönöm. Tárgyaló, itt van az... itt van? Megyek, megkérdezem tőlük, hol van az út tárgyaló. Rendben. Jött utána. Aztán, ezek nem lesz. Busz tárgyaló, itt van a rádión esetleg? Álljanak készenlétbe, a Tools tárgyaló nem válaszol, akkor be fogunk hatolni. Milyen járművel menje? Nos. Jött át. Most tudom, hol van. Volt. Felhívás közel írja ki a túlsztárgyaló, nem ad életjelet, behatol. A helikopter. Ja, persze, idő kell hozzá, hogy megerősítjük. Jaj. Mester 17 elindult a rablás helyzetére. Föl, nem menj föl. Menjetek föl. Ne, nem menjünk föl. Le fognak lőni. Kiszálltak a heliből? Én kiszálltak, kettő embert hallok, hogy engyen. Visszaszálltak. A túlsztárgyaló nem adott életjelet magáról? Nem. Akkor a felhívás közül írja ki, hogy behatolunk, amint nem fog jelet adni magáról. Köszönöm. Akkor hiába hoztad volna pénzt igazából. Le kell tegyem én is a kocsiban, mert hogyha pénzem eltűnik, én megdöglök. Jó. Aki kilopja a pénzemet, az gulyod. Felhívás kezelő, ki írja? Dániel, az a felhívás kezelő most. Köszönöm. Valaki belenyúl a csomagtartóba és kilopja a pénzemet, gulyod kap. Menjen oda, kollega, menjen oda, nézd, amit akar. Óvatosan.
golyóáll. A golyóáll van rajtam mellé alattam, csak sisak. Jól van, Emma, ellátta a mentős? Igen. Rendben, szuper, szuper. Csát, ez mi? Ez ilyen nehéz volt. Alternak is. Csak én meg ilyen béna. Ja, az a faterék, jajaja. De legalább izgalmas történik. Azt mondják, hogy, el, hogy nem tudják, hogy hol van a Two Stargyról, mert elvileg szerintük ellopták a manók. Ja. Szóval lehet, hogy be kellett küldeni egy másik Two Stargyról. Rendben, akkor kérdezze meg rádióra. Kivállalja a tusztárgyaló szerepet, Jézus már. Állalom én, ha úgy van. Akkor jöjjön. Jó, új tusztárgyaló. Bakker, ez a helikopter engem nagyon zavar. Valahogy ki kéne szedni a helikopterest. Már óvatosan menjél oda, hogy ez a fattár, mert könnyen lefegyél. Ha a lövöldöd épp, túsztárgyaló van. Megöltem a helikopterest. Csert. Itt vagyok. Azért az elég kemény volt át. Megöltem. Nem kicsi bevallás annak a fejednek. Csert. Ez ilyen fattár. Följöttem a helishez. Hogy elszálljon. Rendben, akkor folytatjuk a... A tárgyalást. Ti már az apja jött a helikopterbe. Nagyon helyes, máskor ne jöjjön közel. Rádiócsöntet kérek szépen, nem hallok semmit. Köszönöm. Hát ez jó volt. Ketten voltak? Nem tudom. Jó, mert így le van zárva a teret, ugye lehet lőni. Ezért rám áll, biztos. Esetleg kell lőszer? Nekem kell egy 50, igen. Adok. 200 lőszerből 86 maradt most. Azt mondja, DJ-t öltem meg, azt mondja. Így remélem eltűnnek a... Túlsztárgya az akcióparancsnak. Hallgatom. Túlszé azt kérdik, hogy felüldözés legyen, és szénára induljunk. Ebben az elfogadható, hogyha amennyiben ők is teljesítik. Szerintem lezuhan. Azt hiszem, hogy DJ-t öltem meg. Na, de a napi kill legalább megvan. Hát cseh, be fognak indulni a dolgok, nagyon durván. Megy a túsz. Jogta. Rendben, akkor lassan autóba, kollégák. Ezzel nem sokra megyek, de... Túsztárgya az akcióparancsnak. Itt vagyok, hallgatom. De ezzel kapcsolatban... 2 darab túszé 100 ezer forintot kérnek. Ebben ez elfogadható. Át, oda megyek és átadom a fék. Rendben. Majd a túsztárgyaló, illetve az akcióparancsnak az Audiba szálljon, abban nem ül senki. A gyerek az előzetesbe! Ebben amint kijöttek, akkor kocsiba szállás, felszerelkezés egyből. Ott hagytuk! Sirénára indulunk. Mi már kezdik az előzetesnek a sirénázást? Igen, majd kezdem, ha mindenki elfoglalta a helyét, szóljon, és akkor kezdhetjük. Az urak azt mondták, az utolsó túsz akkor jön ki, amikor mi. És velem együtt jön ki. Nyugta. Várjuk.
Ha rosszul viselkednek... Mi bár jó vezessé? Jó van, de azért gagyi autót állat. Jó, de hát azt látom. Majd kihozom bele a maximumot, a motorok úgyis gyorsan elhagynak. Na hát engem nem, meg most tudingoltottam. Nagyon jó vagy. Meg jól is vezetek. Bár a főnök ezt cáfolná, de mindig. Bízok bennetek, jók vagytok nagyon. Ebben akkor gyorsan szerelkezzem föl és kocsiba ülést, Pimárik elkezdik majd a szirénázat. Ez nem az a sziréna! Ez nem az a sziréna! Na jó, figyeltek, megyünk! Ügyetőbe vettem a fénykis kocsikát. Mi? Azt. Itt van, kollega! Nem tudom, menjenek nyugodtan! Bakker, ütköztem! De ki szállt ki? Ki szállt ki? Beszállt? Volt valaki nálunk? A kocsiban jól látom, 4 vagy 2 személy ül. De volt valaki nálunk? Ült valaki a kocsiba? A túszben volt nálunk? Milyen hívósz? Aztán itt láttam! Mester 13. Annyit láttam, hogy valaki repül ki hátrafele. Mester 13 üldöző. Mester 13 üldözőbe vettem a motorost az autópályán. Nem is látjuk. Autópályán vagyok, én is követem az autókat, hogyha jöjjön, hogyha tudnak jönni majd és lehagyja a motor, akkor jöjjönnek nagyon gyorsan, mert kettem van. Keresi autópálya? Szállt ki? Nyugta. Pozitívan. Akker, elém rántja a kormány! Menjek irányába. Emma, legközelebb neked kell vezetni. Palázó fele megy. Na, azt megcsinálsz. Vettek már bányi időt, igen. Igen, a szirénát, mert elém rántja a kormányt. Zsert, ez nem megy így elém kagyarodnak. Jó, Master 7, vagy Lovas 7 indult. Úgy, hát ez a mai nap. Belsőnél ez a még... Valahol látják az elkövetőket, kollégák? Kiesett az egyik kerekük, mert szinkron volt nálam az a probléma. Megálltak és nálam is megálltak. Ja, ezt nem érjük utol, azt a kívánok. Fognak állni, jöjjenek gyorsan. Mi mindig palázófele tartanak? A palázó hídnál vagyunk, itt van egy kocsi tábla. Tart a szám 20-38. 55. H betűni, H jelzésnél vagyunk. Egy kerékkel mennünk. Jó. Még ilyen uram, és meghalok. Hát, ne arra ugye, Emma, de ha látod, elém húzzák, nézd meg a kollégát is. Ja. Merre vannak? Mit mondtad? Kollégát, merre vattuk. Kollégát, merre vagy? Jöjjön ide. Jó, itt vagyunk, ha... 38. Az elkövető? 20-38. Bejelölni legyen szüves? Látom. Kovács is van, elmester lehagyja a szolgatot, tovább a szép estét. Jó pihenét! Jó pihenét! Ez fotelkocsi jobb volt? De nem látom őket. Én sem. Nem a fél szerintem, a vezetős a Spirusomtól. Nagyon jó. Én már mit alakítottam, figyeljék. Nagyon szép, srácok. Ja, köszönöm szépen, emelje fel a kezét. Nagyon jó. Többiek figyeljenek, mert támadást kaphatunk sem. Nagyon jó. Nagyon jó. Szépen. Kérem. Elnézést, uram! Félig sikeres nap! A ti már mit közül? Nagyon jók vagyok, tegyétek be a kocsiba, szúrjuk be őket!
Ebből beállítom az autóbút szép. De mannak a kocsiba, megyünk vissza a kapitányságra. Rendben. Illetve a tulajdonosát is kérd le. Egy kolléga vissza tud jönni jöttem? Már kérem a tulajdonosát is szépen. Hol van kolléga, a rablás helyszínén? Igen, itt vagyok. Rendben, megyünk vissza Emmával. Vigyétek be majd őket a kapitányságra, jó? Zsolt Balavos is. Mi ez? Balazsov is. Jó, ezt írd be majd légy szíves applikáción, jó? Ki volt a gépjármű tulajdonosa. Tényleg jó RP-m lett körülbelül. Jó. Emma, mi megyünk vissza a kollégáját és utána megyünk a zörsre. Jó. Szép volt kollégák, nagyon szép munka. Ez egy jó nap valóban. Jó lesz, vagyunk hozzá. Jaj, Emma! Hát így kérdezte úr. Ne foss rá, Emma! Ne foss rá! Csak ez a rész, ez durva. Úgy eltelt az idő, mert annyi minden történik. Mi a vezetés és csinosában, uram. Itt mi történik? Álljon, tegye fel a kezét most rögtön! Ölönnek magukra. Igen. Ártalmatlanítottam egy elkövetőt. Merre. GSZ-nél vagyok. 49. Cset, már megint. Már megint. Nagyon szép. Jó, folytathatjuk utunkat. Tényleg. Mindenki szálljon be, azt indulunk. Hívjanak ki egy mentőt, mi addig megyünk, bevisszük. Menjünk a kollégához. Csak megállunk a pálya közepén, lelőnk egy ember. A mester lövi. Hú, csak hát itt most van akció bőven. Nem, megyünk a kollégája, és kihal, be kell vinnünk ezeket az embereket. Megyünk a kollégáj. Megyünk kollega vissza a rablás helyszínére. Köszönöm, mert tetszett megint a kapitás. Miért nem adta meg magát? Főtette volna a kezét. A liderként nagyon nehéz az élet. Nagyon durva. Nem van, nem fész? Nem. Jó, oké, már jó vezetek, csak azért. A Hunor is hívogat. Hitler meg fogom először. Rendben, menjen kollega. Nem mondanám, hogy jó. Jaj, Emma, még nem lehette a másik autót vezetni. Mi, megszólaltatok a kollega? Jó, készüljünk fel arra, hogy palettabb a rablás lesz. Ha visszaérünk a kapitányságra, szerintem mindenki újra vegyen golyóállóba, meg nem. Bakker! Valakinek viszont ki kell hallgatni a két embert. Palettuba meg iratlás. Az is lehet, hogy az elkövető csinálja. Mi kitérőt teszünk, kollégák, menjenek vissza az ősre. Visszamegyünk. Köszi, Mosó, Maci, hello! Köszi szépen, hágotta. Óriás donétör a live végén! Óriás donétör a live végén! Köszönöm szépen, hágotta. Ő esett ki? Gyere, gyere! Köszönöm, kollégám! Amúgy gyalog ötsz odaérté volna már, te állat! Hát nem tudtam, ilyen messze vannak. Normális, hogyha te ha tízszer odaérsz, mire itt vártál tényleg ránk? Csert, ez a csáló, ez kége. Hogy hívják magát? Hát, biztonságú, Kevin, neked ennyi eszed van? Jó, újra fel kell szerelkezni és megyünk Palettóra. Igen.
Én leadom viszont. Szóval. Leadod a szalit? Jó. Jó, megsérültél mi? Nem. Jó. Cseppes, mi? Palettóba. Mi? Gyere! Hát ez hihetetlen. Én már... Palettó fele? Figyeljetek, igen, a palettóba menjen minél több egység, de aki tud kihallgatni a két embert, maradjon, mert muszáj megbüntetni őket. Mi már átadtam Teleges Maximusnak az egyik elköltött, én megyek ki a rablás. Nem kell felszerekeznek golyóálló estébe, lőszer. Na mi van, nem érek rá, hát rablás hátában, mit akarsz? Mi a mi? Ennyit ír az életed maga az enyém. Nem, ennyit ért állat, de rablás hátán van, hát szolgálunk, svédünk. Te, meg a szolgálat is. Igen, én vagyok a főnök, és irányítom a csapatot. Köszi, te Csaba, a még ugyanannyi óriánkodésod. Nem tudok találkozni, mert megyünk bankrablásra. Én nem azt kérdeztem, hanem azt mondtam, hogy találkozunk-e. Most nem tudunk találkozni, most mondom. Nem is azt mondtam, hogy most. Jó, rendben. Csak hogy tudjad, hogy találkozunk-e. Rendben. Ma még hívjál, jó? Jó, oké, cső. Na, szevasz, mennyi az víz? Ilyen elfoglalt maga. Hát halljál, ez a mai nap. Te maradsz, kollega? Én maradok, persze. Jó, rendben, akkor mindjárt jövök, én is veszek lőszert és megyünk. Rendben. De, mondjuk lőszer van elég. Jó, aki hallgató, hallgatja ki a túszokat? Vagy az embereket? Igen, most hallgatom majd egyiket. Rendben, köszönöm, gyorsított eljárásba folytassa le, vágjon hozzá pár csekket és ön is jöjjön ki a rablásra. Köszönöm. Rendben. Tudod, lehet több lesz, hogy legyen fizu. Másik autóval megyünk, jó. Kollega, azt hozza be, legyen szíves, azt az autót a parkolóba, megyünk másikkal. Köszi, királyok, mi az a live végi donation áradat? Köszönöm szépen. Cseh, tehát nem tudom, mit csinálja. Annyi hogy bolt rablás volt. Nem tudom, merre áll a fejem. Engedjem ki az embert, jó. Nem szerintem már nincs itt, kilépett szerintem, vagy tényleg ha az admin segített neki, de mondjuk megérdemelte, hogy itt volt bent. Nincs már itt az ember? Ja, ez már másik de... ember. Igen, csak medite. Ja, jó, köszi. Akkor intézze, kollega. Ma itt van. Ballagásra gyűjtünk, igen. Hónap öcsvén ballag. Szabadosan majd most el lehet beszolgálni. Jó pihenést. Ne menjek rablásra? Imárkén vannak? Én még itt vagyok, pakolok fel és utána megyek. Akkor majd mondom a helyzetet, hogyha kiértem, hogy mennyi motor egyáltalán, mennyi kocsi. Ilyen kocsi. Elárasszuk a várost. Nem teheted. Ezért megfizetsz. És az embereid is lakolni fognak. De Hunor, azt a... Cset, ez nagyon durva. Köszi Csaba, te állat! Köszönöm szépen! Nagyon kedvesek vagytok, köszönöm szépen. Remélem tetszik nektek ezek a live-ok. Most mi van, nem erre kell menni? Azt a cset! Ők biztonságban vannak. Igen, terepjárót viszünk, csak kell lőszer nekem. Mi ez a sok donét? Nem tudom mi történt, de a fejem szanaszét áll már. Azt se tudom, hova figyeljek, bankrablás hátán. Freestyle rap. Lehet, hogy bank, vagy bolt? Bank. Megyek már, Sanyi! Megyek már! Hol vagyok? Hát... Te jó ég! Köszi Tamás a 3 hónapot, mutatás az új EP, az jól áll, köszönöm, örülök, hogy tetszik. Melyik az? Köszi Bali! Melyik az? Az autón belesodródott a vízbe. Az autó váljon el, kollega, legyen szíves. Ezzel? Aha.
Ez nem az! Melyik a terepjáró? Ez nem Ford Raptor. Valószínűleg sétálva fogok odaérni, mert az autón belesod drótott a vízbe. Melyik jármű a terepjáró? Nem tudom, az a baj. Ó, bakker. Valaki kiabál. Jöjjön! El kell mennünk tankolni és jöjjön. Mátőn. Köszi be magát. Köszi csát. Becsikert. Először tankolunk. Igen. Mit rágyózok, mester? Mester 13 szerintem. Mester 13 elindul a Rabel fegynére. Oh, kösz, majdnem elütöttem, de ezt szerintem az előbbi elkövető. Előbb elkaptak elkövetőt? Igen, kettőben van. Na, az jó. Egyet meg ártalmatlan jutottam. Szia Bence, köszi a moderátorok segítségét, nélkülük nem menne a stream normálisan. Bakker, itt nem tudok, hogy ki kell szállnod, neked is lehet? Várj, tankolok én, mennyit tudom, hogy kell. Jaj, bocsi! De akkor vezető ülésre szállj be, mert hogy nem lesz jó. Mindegy, most már te tankolj. Az előzetesből kiabált a csávó, nem az másik volt. Amíg kérünk, nyugodtan kezdjék el a túsztárgyalást, jó? Vették, kollégák? Pozitív. Jó. Izgul a ballagásod? Nem tudom, előbb kaptuk meg a meghívót, azt mondta pénzt hozzá. Jelölje be, kollega, legyen szíves. Milyen baj? Paletó bong, bang, paletó bang. Rendben kell jön. Kielhetem. Köszönöm. Én gamosabbunk van. Hát a nagyobb pörgős, hallod. Bankra megyünk. Ja, ez a harmadik ma már. Ja. Hú, cset. Kollégátok, megkérdeztem, hogyha kiért, akkor rázívozzanak, mert én nem biztos, hogy oda fogok érni egy 5 perc múlva. Szép estét, sziasztok! Chat, a következő live hétfőn lesz, jó? Amerika. Több rendőr kell, igen. Igen, meg kell erősödnünk nagyon durván. Öten vagyunk most csak. Úgyhogy jelentkezzetek, a lapokat írjátok. A kollégákkal történt valami, nem válaszoltak? Tessék? A kollégákkal történt valami, nem válaszoltak? Nem tudom, azt mondták, hogy pozitív az előbb, hogy elkezdik a busztárgyalás. Jaj. Egy fogalmas is mi van. Premier lesz, igen. Kell az erősítés, muszáj. Jaj, Róka, majdnem. Nem kapcsolok szirénát, mert elém érnek a városok. Jól vagyok, köszönöm. Kincset ma már nem tudjuk megnézni, de azzal kezdjük itt rövét. Nem tudom, nem ígérek semmit, jó? Nem, mert ez nagyon durva ez a mai nap, de tetszik nekem is. Itt lesznek még. Csak így a külön szálainkat, tudjátok, most háttérre szorulnak a külön szálak. De szerintem ez is nagyon királyi. Meg a fatert lelőttük egyszer.
kollégát kiérkeztem a bankrablásra. 2 darab sportautó, 2 darab mert és 1 terápiáról, akkor gyorsan érkezzen nekem, mert szerintem nem hamarosabb. Maguk mellé fogok, vagy ti már itt mellé fogok szülni, mert nagyon a többi kolléga ott van? Egy darab, én vagyok csak kint. Bakker. Most ezt az áram megérkezett. Mi a probléma? Ezért. Ó, bakker. Jó, figyeljetek, akkor kezdjük gyors a tárgyalást, jó? Ne húzzuk az időt. A kollégák merre vannak? Hogy kiértem egyből? Kadi, maga hova tűnt a túsz tárgyalásra? Elvitték a manőt. Gondol, akkor maga lesz megint szerintem. Jó, nyomjátok. Te lesz az akcióparancsnok? Hogy ne? Jó, nyomjad. Hallod, amúgy felesleges szerintem lepakolni. Nem veszik el. Nem, előbb is átnéztek. Hát, de nem veszik el. De ezek átnézik, ezek az oroszok. Hát ez inkább. De szerintem te nem voltál annyi túlsztárgyaláson, mint a menjünk, mert... Ha lehet. Köszi Peti Péter, szia! A live végi donésedek! Menj be, feltett kezekkel, nem kell, várnak már, menjél. Rendben megyek. Tedd fel a kezed. Az én nagyot alakítottam már, nem hozzá. Hallod, szép volt ez a mai nap. Szép volt. Olyat alakított, elkaptam kettőt. Ja, jó volt nagyon. Utána én lelőttem egyet még a pályán. Nem adta meg magát. De mit nem lősz már? Visszaküldtek már, még nem mentek be. Jó. Nem mondták, hogy bemeltek. Jó, akkor majd kérdezzem meg tőlük. Aj, bakker. Hárman nem sok esélyünk van. Hibás, ez nem a művelettő arasztálynak a... De, ez tetszett a legjobban. Hát nekem is ezt tetszik. Tényleg? Hát, annyi. Sziasztok, a nyomozónak a jelentkezés az mikor lesz? Micsoda, hova? A nyomozónak. Nem tudom. Valószínűleg most nem lesz időm ezzel foglalkozni, úgyhogy lehet, hogy majd valakinek odaadjuk. Csak legyünk többen. Hoppa. Na kérdezze meg, hogy mehet-e a túlsztárgyról feltett közekkel. Rendben van a rablásom? Kint vagyunk, már kezdjük, igen. De kellene erősítés. Jó, lovasétel indult a rablás helyszínére. Jó, Ribár, én csak annyit mondok, hogy ez a 2 darab autó, ez chiptuningos. Persze, nem lesz könnyű dolgunk. Kolléga, írja? Terepjára volt biztos, hogy nem. Ja, írjátok, hogy mehet-e. Én nem írom, mert akciparasok vagyok fenn. És akkor... fia vagyok el. Tudom. Elvitték a manók az, hogy diszkonektelt a szerverről, kikresselt vagy ilyenek. Erre mondják az Balázs, hogy elvitték a manók, és akkor ezt így erpézik le. Kifagyott, ja, röviden. Ja. Hárman vagyunk. Köszi kollega. Ribar, én most jobban látnálak téged, líder. Altábornagyba. A vezérőrnagyba vagyok. Az altábornagyba jobban. Ja, de jó ez nekem, jó ez nekem. De közt, tehát ez a mai nap, ez nagyon durva, hallod. A fehér ruhában, amiben is... Kétszer olyan ilyen szombaton. Abban de jó néz neki. Köszönöm. Kopasz fejedet. Köszi. És mit húzzák már az időt? Van túszuk egyáltalán? Az oroszok? Figyelj csak, én mi annyit tudok, hogy őket úgy hívják, mint az oroszok. Bár van egy olyan... Elvileg én úgy megfigyeltem, hogy vannak kék sapkás, van egy piros sapkás, és van többi az fekete sapkás. A kék sapkás az egy kisebb... Szerintem mehet. Vezető. Kérem újra vagy? Szerintem azért kiabál, mert mehet. Köszi Jassus a subgiftet, te jó ég! Te jó ég, ki nyerte? Ki nyerte? Walterék, igen. Hallod, szerinted megvernek engem, hogyha én is felveszem ezt az öltözködést? Hát szerintem nevedd fel, mert a főnök ki fog keréni.
Engem már kierőt hagyott. Tényleg? Iha. Ledobott a tetőről. Az szép. Ki nyert? Bele is haltam. Ezért. Nem kapta meg senki a szabot. Ezért jöttem ma. Szerintem ezért. De szerintem én csak ennyire emlékszem. Másra nem nagyon. Ki szép szabko. Köszi. Na, ma is. Ahogy itt vagytok, srácok. Jó, átveszem a felhívás kérést. Jó, köszi szépen. Nem tudom ki nyerte, késik a száb. Lehet, hogy nem jó a száb. Száb gift. Már mindenki tag, nem? Azért nem. Lehet bannolva van, aki nyerte. Igen, tényleg. Igen, valószínűleg ez az. Bannolva van, aki nyerte, igen. Ez lehet. Fék szabot kiütötte, jasszusz! Ilyet is tud, megkerült a rendszert. Most ereszi árőr, az biztos. Hát nem, ára, ez a harmadik rablás, 2 óra hossza alatt. Már minket nem hagynak békébe. Főleg ezzel a kettőt... Itt vagyok, vétel. A bankban 5 darab egyáltalán egészséges túszt található. Jó, te hallgatom a követelést. Ez a kettő, azt rohadjon. Akkert. Csak szépen. Kettő kiflingus autójukkal nem biztos, hogy utolérik még a elkapóval sem. Hát ez az. A motor az terep motor? Ja. Az terep. Azt fogja vinni a vénypénzt. Azt majd elkapjuk. Én az a mellét a külök, hogyha lövöldöznek, én úgy kilövöm az egészet. Nem, az a baj, szerintem nem a cross fogja vinni. Igen, Joker. Legalább elkap. Legalábbis a cross csak egy részét sem. Hogy látok, hát biztos, hogy nem mernek azok a emberek, most biztos, hogy nem fognak például kék sapkást oda küldeni, mert az egy ilyen vezetőnek néz ki. Na most az, hogy mindegyiknek fekete sapkája, és pont neki van kék, ez az gyanús. De volt már olyan, hogy sárga sapkások abban voltak. Volt olyan sárga, piros. Na, az még jó. Lehet váltottak, de mégis. De hisz, már sok info benn van a bizonyíték szobában. Ugye adott bázis. Úgy hívják, hogy oroszok össze. Oroszoknak hívják azokat. Uh-huh. Szóval akkor ma 3 rabláson 3 különböző elkövető csapat volt? Igen. A másodikon, ami most volt, igen, azon voltak a zöldek. Igen. Ez a tipik cross motor, általában gyorsasági motor. Igen, az első nem tudom kik voltak, azt nem voltam ott. Ezen meg az oroszok vannak. Bakker. Zöldeknél valami csuni, unikornis maszkos csávó kellene nekem. Az akar kinyiratni. Én kapom őkedet. Az a probléma, hogy még az elkapó sem annyira gyors, mint például itt a bal oldalt az a Merci. Na, az a Merci... Lehet, hogy hibáznak, érted? Uh-huh. Ők hibázni? Én még életemben nem láttam őket hibázni. Talán most, megzavarjuk őket. Én mellé fogok ülni, de akkor jó vezesség. Ja, vezethetsz te is, ha tudsz. Á, én terepjárat nem tudok, hogyha most felmennek oda például tető izébe, akkor már leesünk. Szeretnének menni az elkapóval? Nem megyünk majd ezzel. Nyugodtan nyomjátok. Így már felnézem, hogy vezetik. Mindig kicsit félek. Ne fossál. Na mit csinálnak eddig már? Ez jó kérdés. Túlsz tárgyaló, jelentés. Mi történik benne? Élek, minden jó, csak hallgatok közben. Az elég kemény, hogy minden jó, csak hallgatom közben. Jelen itt vagyok. Egy túszer, szeretnének kérni az elkövetők, balra teljes szabadult a bankba kinézve. Balra. Legalább éves 2 darab túszért elfogadj. Most így van, kedv. Nyomjad, jó nyomod. Fogjon a túl. Elfáradtam nagyon.
Az vagy nem biztos, hogy bele fognak menni. Szerezek a parancsoknak. Jelen itt vagyok, hallgatom. Elkövető egy túlszára ragaszkodik. Jó, mindig menj bele. Mi is ragaszkodunk a kettőhöz. Nem fogok. No, tudod mi a szabály? Itt aki előtt. Ott van ki. Tényleg, legtöbb parancsoknak. Hallgatom. Azt mondják, hogy nem menjünk bele az egy túlzba, meg fog halni egy túlz. Nem, mert akkor belemegyünk az egy túlzba. Mondom. Köszi, Nikolász. Követelés teljesítve, várjuk az egy darab. Hát igen, ilyen kupat... Nézzek az ajtót, minden megcsátok-e. Az, igen, ilyenkor ha az, fenyegetnek azzal, hogy megölik a túszt, akkor nem tudsz más csinálni, nem? Nem tudsz más csinálni, és ezt a rendvédelemnek így kell mindig csinálnia, hogy a túszok élete a legfontosabb. Hello, Niki. Niki, nem végzek félkor, fél tízkor. Elnézést kérek. A feleségemtől elnézést kérek, majd ha lesz külön streamer szobám, akkor nem lesz ilyen probléma. Jó. De lehet deal, hogy két subgiftnél rögtön elérhetővé teszem a streamet. Ez a mai deal. Cross motor nem hiszem, hogy annyira gyors lenne, mint a terepjel. Ne, mi megyünk a cross motor után szerintem. Terepre. Mi megcélozzuk a középső autó. Jó. Az egyik világosabb, mint a másik. Jól látom. Azért, mert az egyik az... mi az? Az egyik mat fekete, a középső. Az meg... fekete alap. Vagy valami... ilyen. És fehér gyöngyházban. Hát igen, Zolix, de akkor is. Ha jól láttam, az egy emberi élet így a játék szempontjából. Zöld csap, aha. Látod? Jól megy a bankrablás. Szerezzek több parancsoknak. Hallgatom. Azt kérdezik az elkövetők, hogy hol van az a kocsi, ami a benzinkúton állt eddig. Miféle kocsi, itt nem állt semmilyen benzinkutnál, semmilyen kocsi. Két kocsival vagyunk a helyszínen csak. Mindjárt jövök, kollégák. Pozitív, itt nincs semmilyen autó. Innen lett fotózva. Itt van valahol. Tudsz erre az aktív parancsoknak? Akár, valahol hallottátok ti is, hogy ugra? Azt mondják, hogyha még egyszer meglátják, hogy a benzinkúthoz rohan egy kolléga a kocsiért, akkor baja lesz a túsznak, vagy nekem. Rádiózzal, hogy mondja meg, bocsánat, mondja meg, hogy nem a kocsiért rohantam, hanem mert itt volt egy ember. Nekik csak azt mondták, hogy ezt rádióznak be. Egyébként valószínűleg külső süt van. Meg... köszi, Bali! Egy megvan, még egy subgift és rögtön elérhető lesz a stream! Viktor, Viktor nyerte. Még mindig nem. Negatív. Egy darabjusért megnézhetik. Ott a kocsi. Ezt nem is értem. Itt volt fönt a tetőn. Hallgatom. Azt mondják az elkövetők, hogyha kimehet megnézni a kocsit, akkor életben marad egy... köszi, Bali, meg is van! A Zsolt nyerte, köszi! Rögtön elérhető a stream. Ha túszt, akkor megmegállhatom. Ha lelőnek egy darab túszt is, akkor mi be fogunk hatolni. Lőjjetek egy képet azért. Az itt van a T-bar, a király, aztán
Kollega, engedjünk be középre. Dobok egy csoportképet magunkra. Köszi, Bali. Mehet le. Mit csinálnak? Közel követjük, hogy ne tapsol, ne tapsikáljanak, mert lelőnek mindenkit. Szabgiftelni csak a tagok tudnak, azt hiszem. Mondja meg az elkövetőknek, hogy miért ne tapsolhatnék én bármikor tapsolhatok. Köszi, Jimmy! Jimmy is jobb, úgy elnyerte! Jimmy már 3 éve tag, köszönöm. Várjuk a következő. Good, te nyertél. Köszi, Jimmy. Vissza lehet, persze. Már kettőnél az óta deal. Rögtön de vissza az tudja. De az a probléma, hogy az itt ezek az oroszok. Ezek azt hiszik, hogy ők már annyira menők, hogy már őt parancsolgatnak nekünk is. De látlak, csak nem foglalkozom vele. Nem szeretem, hogyha valaki menősködik. Hát ezt én sem. Ezt én sem. Nem tolerálom ezt a viselkedést. Be kell csukni őket örökké. Tudsz, hogy ezek célparancsoknak? Hallgatom. Kérik az elkövetők, hogy egy felüldözést kérnek úgy, hogy amikor elindulunk kifele, akkor ők beszállnak a kocsiban, mi is beszállunk. Ők dudálnak egyet, azt jelenti a duda, hogy ők készen állnak, és a mi szirénánkra fog indulni az üldözés. Mindenki egyszer indul. Ezt kérik az elkövetők egy felüldözést. Jobb, de az elfogadható, amennyiben a felüldözésben benne van, hogy ők is felüldözést fognak csinálni, és nem lövöldöznek ki. Köszi Ferenc, a 23 az autóból. Kedves vagy, köszönöm szépen. Vannak ők is a perüldözésben. Jó, de akkor ez, akkor ez elfogadható. Dúva, mindjárt egy túlsz a perüldözés miatt. Jó, de túlsz. Hány túszok maradt már csak? Van még az új kettő szemünkben. Akkor pénzt fognak értek kérni valószínű. De ezek nem elég, hogyha bankból kirabolják az egészet, hanem még így adja a mennek itt az a kopja. Ez egy NPC. Na, ha megnézed, nálam mindig szokott kérni. Mindig majd elugrok kérni. Ezt nekem a főnökség lóg már 250 ezerre, ti már. Odaadom, ha a nagyfőnök nincsit, de én is csak vagy szerdán leszek már csak. Hallgatom. Azt kérik az elkövetők, hogy aha, maradék 3 túsz és 150 ezer forintot kérnek. Na, így kell utazni. Nálam van 46 ezer. Jó, mindegy, elmegyek. Hagyjátok. Rendben, akkor egyik kollega el fog menni a pénzért, addig türelmüket kérik. Annyi fele kéne figyelni. Nem, kedden nem vagyok, mert Fehérgyarmatra megyek kedden. Szerdán lesz magyar. Fehérgyarmaton vagyok kedden. Hát olyan szerencsétlen vagyok egyébként, hogy kiugrok véletlen az autóból. Szóval. Nem csatoltam be magamat. Ez az autóm tovább megy, és belemegy az a vízbe, az óceánba belement. Ki? Ezért lejöttem gyalog. Jimmy, jó pihenést! Ez nem olyan dolog. De most vissza lehet nézni Kristóf rögtön, mert a subgiftelőkkel volt egy díl. Az ilyen profiságot azért meg napi szinten nem látok, az biztos. De miért ugrott ki? Életlen volt. Ja. Nem persze. Voltam becsatolva. Milyen gyenge itt az izél a udor. Hú, csak elfáradtam nagyon, de ezt látszik most már. Most már le vagyok lassú egy kicsit. Ez a mai nap, ez szerintem nagyon király volt. Jó lesz ez, csak meg kell erősödnünk, hogy felvegyük a harcot. De egy idő után nem lenne a 80. rablás unalmas amúgy? Lehet, hogy majd megunjátok ezt is. Mi legyen, oda vigyem? Mi legyen?
Menjél fel, tehát köszi, Bali! Bali, van már dedikáló kártyád? Már nincs, akkor küldök. Az elkövetőknek. Írd le. Kíváncsi leszek. Csihasszol egész nap! Mondja a kollega. Zaklatnak. Hát ja, hunor az. De nem tudom mit akar, azt mondja, nagyon fontos, de mondom nem érek rá. Most annyi dolgom volt ma, hogy nem értem rá ilyen külön dolgokkal foglalkozni. De azt nem értem, hogy a hunor az kadész. De a hunor már nem az állomány tagja. Ja. Te mit akar? Bújkál. Ott voltam, amikor eltanácsolták. Jó, átadtam nekik a 150 ezre. Indul a 3-20. Rászkjut. Akkor mindenki kocsiba. Én már szerintem ne foglalkozz a hunorra. Vezetsz, kollega, vezethetsz. Nem, vezessem. Mit csinálsz? Sirénázatok meg ti. Először dudálnak ők is, talán a mi szerelünk. Motoros után megyünk. Aha. Jó? Aha, kék sapkás, a motoros. Igen, kék-piros sapkában vannak. Sirénázni fogunk. Mert. Sirénázatok. Üldözőbe vettük az egyik patarosóval, kollega. Ilyeset. Hagyja, hagyja. Pakker, leugratott simán innen. Az egyik elkövető leugratott, de mi nem mertünk már nagy szakadékban itt, vagy nem tudom. Jó, mi üldözünk az egyiket, most mentünk a bank mellett. Jön balettoverás. Visszamegyünk a kollégáért. Jöjjön, kiterjön. Bakker, de onnan leugrott a hegyről. Leugratott? Le, biztos, persze. Visszafogjön, 100% menjünk. Arra ment, végigkövetjük a parton, hát ha megtaláljuk. A partról visszafele fog jönni, segíteni fog az embereknek, biztos. Ezt már 100% így megmondom neked. Ha nem, akkor lottózok egyet, jó? Bakker, meg kéne keresni, lom erre ebbe van. Megyünk vissza Palettó irányába. Szerintem itt elbújtalan van. Látjátok? Jobbra menj. A kercset. Én már most tudom. Szerintem menjünk vissza a kollégákat. Unod, Bennett! És 100%, hogy oda fognak menni segíteni. Ne haragudj. Akkor megyünk, merre van a kontakt? Megyünk vissza a nyugati autópályán. Milyen jelölésnél vannak jelenleg? Most mentünk el az M betűnél. M betű. Ez a motoros kár, hogy nem tudtuk egy kicsit tovább üldözni. Nem találom. A lovas hét elveszített a vizuális kontaktot, nagyon gyorsan mentek. Hát egy kicsit, én azt szeretem, egy kicsit tovább tartson az üldözés, nem mentek. Szabi? Úgy legalább. Köszi, Bali! Jó itt, Wolf. Hát halljátok, legalább egy kicsit tovább tarthatta az üldözés, nem? Igen. Most akkor esélyt adva, de nem. Megvan. Köszi, Gábor. Megvan a kocsi? Gábor nyerte. Merre menjek, srácok? Jó fele megyek? Nem látom a jelölést. Most nem mondták, hogy merre menjek. Na most előbb azt mondták, hogy elveszítették az erdőt. Jó, de megszerezték, szerintem most mennek húgva erdőt. Hagyj itt szerintem. Meg vannak még? Oly. Akkor fordulj el. Szerintem. Kövessük őket szerintem. Bár nem év. Mert igaz, nem, én mindig szeretem parancsolgatni, de te vagy itt a izé. Na jó, vagy csak én nem tudom merre kell menni, meg én már olyan álmos vagyok, hogy hihetetlen. Úgyhogy mondj meg nyugodtan.
Kollégák, merre van Bikuzáris kontakt? Elkaptál. Valószínűleg megölték őket, ha nem válaszolnak. Hát lehet, mi volt az utolsó pozíciójuk, nem tudjátok? A röbetűnél, igen, ám. Embetű volt, azt mondta, hogy az embetűről kb. Az alkapóig eljutottak az óbetűig, és úgy kb. Most az P-betűnél elkaptak. De látjátok, ha meg mi vagyunk rossz otthonra, akkor meg mi is így csináltuk volna, értitek? Itt nincs igazság a földön. Annyira. Látod a jelölt? Látom. Akkor arra kell meg. Azért végig kell itt is nézni bármilyen. Hát ja, a motoros valamire erre lehet. Szerintem akkor csak is váltott. Kollégák, életjel bármi ilyesmit. Bakker. És ők akartak felüldözést. Mi történt? Hát lehet baleseti pult, az se kizárt. Az is lehet, az is lehet. Köszi Balin! Nyom még egyet! Köszi szépen! Mennyi subgift így a végére, te jó ég! Köszönöm a támogatást! Csak nem leestek a hídra. Hája! Csak úgy annyi eszik, hogy tudnak oda. Inkább az autót megtalálnánk. Ott van? Jaj, azok miért? Én mi történik? Gratulálok! Hát ez már nem lesz meg, srácok. Jó, akkor visszamegyünk az őrsre. Aztán én meg megyek pihenni. Vagy szerdán jövök. Jó? Bejelöltek az őrsöt, létszi. Köszi, Bali! Még egy! Ja, a kollégát is csak jövődött. Áron! Nyerte! Mi történik, Bali? Te normális vagy? Én már megérdemem az előléptetést. Figyelj, én szerintem igen. De ezt majd a nagyfőnökké kell megbeszélni, mert ő hozza ezeket a döntéseket. Én csak ilyenkor segítek be, ha itt vagyok. Én csak akarok megérdezni, csak mindig úgy vagyok, hogy... De jó volt ma mindenki, ügyes a csapat amúgy. Kicsit össze kell szokni, de nagyon jó. Teljesen egyébként jól irányítottad. Köszönöm. Nem bír magával, Bali. Erdélyi donételő nem bír magával. Chat, hogy tetszett a mai nap? Az összességében jó volt? Nagyon jó. Én eddig magánakcióztam mindig, de most nem fogok egy darab iszerűtem. Ha még össze nem szedjük magunkat. Jaj! Ezt át! Érheted a kormányt! Jaj, kolika! Ivora! Bakker! Normálisok vagy! Viros volt! Normálisok vagyok, hogy te vagy normális! Bali! Hát mi történik Balival? Ne haragudjatok, frácok! Már ennyire fáradtuk, látjátok? Már piros motorra megyünk, az már biztos. Látod, de nem fogunk elérni. Lehet, beakad Balina. Köszönjük szépen a támogatást a nézőknek is. Segítség, vagyis a... Jó napot, kollégák, korázba ébredtem. Jaj, kics. Bakker. Abszolút parazéba. Most térünk vissza a kapitányságra, én leadom a szolgálatot, mindenki nagyon jól teljesített, köszönöm a mai napot. Én voltam a legjobb egyébben. De igen. Jaj. Azért. Figyeljetek, ezeket majd szeretessétek meg ezeket az autókat. Hát nem a tér. Ja, de. Akkor majd én megszerelem. Egyébként van fent a tárolóban sok szellőláda, hogyha. Nagyon jó. Van. Van fent, igen. Kiveszem a 30-et kb. Én mindig töröm az autókat. De meg kell erősödnünk, az biztos. Persze. Hát itt van a tímár, aki rá, ja. És megoldja. Ja, meg kell oldani, ja. Nem, már nem, csak ne haragudjatok, megcsúsztunk időben is, de remélem jól szórakoztatok. Itt az a probléma. Van mennyi esélyük az illegális. Holnap házfelújításos videó. Itt csak az a probléma, hogy most itt is vannak itt egy tuningosok, meg az ilyesmik. Bali, te állat! Elmenekülnek, mi meg vagyunk itt egy repjáról valami, alig meg 150-nek. Hihetetlen az a Bali. Hát azért. Jajjaj! Igen,
Köszi Ferenc! Mi történik máma itt a végén? Vezetési tréningre kéne jönni. Hát, igen, kell majd csinálni. Én vezetem majd a tréningre. Ja, abból baj. Nem, hétvégén nem vagyok. Hétfőn lesz stream. Nem, nem, de amúgy nekem van itt szerelő ládám, hogy nem kell aggódnom. Jaj, most így zártam is. Na, hát befértem, még simán. Hova nem fértem? Kocsi, de mit tettem? Na, köszönöm a mai napot, fiú. Én még köszönöm. Elrakom, aztán jó pihenés nektek. Neked is. Én is megyek most ma, mert megyek Amerikába. Megy Amerikába. Hosszú volt az a nap. Hosszú volt az a nap, chat. Remélem nem fagyunk ki. Városnak. Pali még nyomott egyet. Hello, hello, kifagytam. Itt vagytok még? Hello, hello, hello. Kifagytam már megint, chat. Bali már megint, köszi Bali. Dávid Fehér is tag lett, hello, hello. Ilyenkor kifagytam, de itt vagyok. Köszi Bali, ki nyerte, Botont Horváth nyerte, meg Dávid Fehér is tag lett, jó ég. Köszi szépen. Na, chat, kifagytam, csak ilyenkor valami bezárom, akkor kifogy a gépem teljesen. Rögtön elérhető lesz a stream. Köszönöm ma mindenkinek, aki velünk játszott, köszönöm a szervernek, mindenkinek. Gyertek a magyarra, Amerikára játszani a szervereinkre. Holnap videó, és akkor hétfőn találkozunk. Köszönöm Bálint, a 3 hónapot, jók az élő adások, örülök neki, köszönöm, örülök, hogy élvezitek a streameket, remélem jó kikapcsolódás, és akkor jó hétvégét, jó ballagást, aki ballag, sok sikert az életbe, és akkor érkezünk majd hétfőn, de videó lesz. Sziasztok! Jó éjszakát, köszönöm a moderátoroknak, nélkülük nem menne, hello, hello, csá, 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 csá. Sziasztok, sziasztok, köszönöm, hogy itt voltatok, csá, 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 rögtön elérhető lesz pár perc, és rakom is ki, cső, 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 cső.